6 óra 8 perc, jó reggelt, péntek, tudjátok, hogy nálunk már... Mit csinál a virsli? Hogy mondta Anett a szakki? Suhint van. Suhint a virsli. Igen, jó reggelt, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Üdvözlöm a horvát nyarolós pólódat is. Köszönöm szépen. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Anett, szia, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Milyen volt a mai beérkezésed? Olyan konterheltnek láttalak az előbb. Komolyan? Nem, egy kicsit meg, fáj a torkom. Kezdődik. Jó, Ati is ezt mondta, én ugye antibiotikum kúrán vagyok túl. Na mi legyen, akkor most legyen ez a nap, amikor azt mondjuk, hogy nem jövünk pár napig? És ez így is, úgy is így lesz. Igen. De én szombaton be nem jövök. Jó. Akkor nem jövünk pár napig. Na, nézzük meg ezt a hétvégét. Ójó, egy kis köhögés. Kis köhögés, no. Hó, már elkezdődött. Jó, hát ez gyerekek, ez körbe megy. Ez december óta körbe megy. Jó, most látta az Ati a köhögés, most úgy érzi, ő is köhöghet, akkor egy jó. Egy szociális köhögés. Igen, az a baj, hogy mindig így kezdődik. Ez nálunk a legbajosabb horrorfilmeknek felel. Én most kezdek kijönni belőle. Fáj a torkom. Ez mindig ez hogy a legrosszabb. Hogy visszamehessél. Jó, legyen az, hogy akkor ezt most már előre jelezzük, a hétvégén körbe írogatunk egymásnak, és ettől függően jövünk vagy nem jövünk, csak az nem jó, hogy tényleg ez le nem áll, nem tudom, áprilisig. Ez a dolog. Jó, SMS-ek, gyerekek, ezek köszöntenek bennünket. Azt ugye már tudjuk, hogy miként fog kinézni jövőre Gyuri tortáján a gyertya. Igen. Halkan jegyzem meg, hogy vasárnap lesz a fiatalember születésnapja, és talalár hiányzik neki, ha 9-ig nem jelentkezem, imádom, Tonyó. Semmit nem értek ebből. A Gyuri gyertyájánál leakadtam. És köszönöm, igen, születésnap. Talalár hiányzik. Ja. De az mi? Nekem, nem tudom. És a születésnapod az nem vasárnap lesz, nem? Nem vagyok, nem tudok megfejteni a Tonyót, annyira nem is. Én sem. Jó, Morgan, mindenkinek. Ha ezt olvasod, Főni, akkor úton vagyunk a reptére, és irány Magyarország egy hosszú hétvégére brutál rajongód Laurával és férjével, Robival, de persze találkozok másokkal is a camp szakosztályból, nagyon várom már Joci a hajószigetelő Rotterdamból érkezik. Érkezik! Oh. Welcome! Ja, basszus, én is rajongó vagyok, de ez a rajongói csoport az agyamra megy. Kit érdekel, hogy ki és kivel tudott még kávézni és hol? Ki milyen barátot szerzett? Szerintem ez ijesztő bagázs önértékelési problémákkal. Jó, ez is egy szempont. Ez is egy szem, nem? De. Javaslatom, hogy alapíts egy saját rajongói klubot, és akkor kezd el ott gyűjteni az embereket. Nem, ő azt mondja, hogy ő rajongó, meg írni a SMS, meg minden, de hát ezt a körben nyalom a másikat, ettől már hány ingert kap? Igen, ő az a típus, aki odaér a játszótérre, elveszi a labdát, és kiszúrja. Ő az a típus. Szerinted ő ilyen? Szerintem igen. Én úgy érzem, hogy most elvette a rajongói csoport labdát, és kiszúrja. Ne, a rajongói csoport most forrong nyilván, de ő meg azt mondja, hogy én önálló jogon vagyok, azért nem akarok haverkodni a hajó ágyú lövővel. Igen, igen. Ilyen fuvarossal, olyan fuvaros, hanem hogy ő van, csak ezeket a sztorikat neki már szenvedés végighallgatni. Jó, figyelj, de azért hadd mondjam el, nem írtad alá, hadd mondjam el, hogy ott szerelem is szövődött. Tehát Móni Pécs és a Nagy Kozári, ők általunk kerültek egymás közelébe, és ma buja életet élnek. Na, és ez most szerintem még jobban megijeszti. Biztos, hogy most még dühösebb, hogy ezt is meg kellett hallgatnia. Jézusom, ott ez megy. Hát figyelj, ugyanazért rajonganak, ugye? Igen. Hát amikor elmész ebbe a rajongói csoportba, akkor bármelyik rajongói csoportba, a Depeche Mode klubba is elmész, lehet, hogy megijedsz, hogy egyébként, ja, ezek úgy olyanok, mint én, nem olyanok. De hát, ugye, a rajongók nagy része meg nem megy el a Depeche Mode klubba sem. De ennyi, ezt el kell fogadni, van, aki így, van, aki úgy. Jó, de ezt is el kellett, vagy be kellett olvasnom. Gabi bátyám, jó reggelt! Én az egész estét a szülészet folyosóján töltöttem. Kezemben egy Nokia 3210-es, zsebemben egy lapos üveg, nyakamban egy polaroid fényképezőgép. 23 óra 55 perc volt, mikor sírás hallatszott, nem sokkal később egy hölgy állt az ajtóban, és ezt mondta, gratulálok apuka, egészséges, gyönyörű lánya született. Életem leghosszabb éjszakája volt, ez egészen pontosan 21 éve történt. A McLaren-es. Oh, ez milyen helyes, oh, nem? Nagyon szép. És gratulálunk, és boldog szülinapot a lányodnak. De ezt nagyon szépen írtad le. Polaroid fényképezőgép, igen. Lapos üveg. Kérlek, ez a indulok szülei, apa mit csinál? Lapos üveg, Polaroid, Nokia. Igen. Nem? Ez egy igazi jó szülés. Igen. Miközben olvastam, ezen gondolkodtam, hogy mondom, ez mostani, tegnap éjszaka Polaroid fényképezőgép, lapos üveg, mondom, milyen dizájn szülés? Elmondom, McLaren-esnek van drámai érzéke, dramaturgiailag felépített. Na, kinél mi volt szülés? Ja, ez hülyeség. Ati, mi volt a szülésedkor? Lapos üveg, Polaroid, Nokia helyett.
Nem volt lapos üveg, de már bánom, mert segített volna gyorsan. Nem volt lapos üveg, pedig ti híresen nem vezető család vagytok. Te nem, én azért írilek téged meg a Krisztin, mert ti bárhol beszadtok. Ez így van. Nem? Meg is teszitek. Bárhol. Nem vagyunk bárhol, bármikor. Igen. Figyelj. A irillésre méltó. Én az autóm rabszolgája vagyok. Mindig elhangzik, igen, a kivezet kérdés. Az, hát ihatunk mindketten, mert én csak szülök. Tényleg nálatok hogy van? Tehát, hát amikor elmentek valahova a városba, vagy nem tudom, és akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy na, melyikünk iszik, kivezet. Nem próbálom úgy irányítani a beszélgetést, hogy a feleségem vezessen általában. Jó, de egyébként ezzel nincs is baja. Tehát, hogy én vagyok az ivósabb, akkor a családnak is jobb, úgy, hogyha apa iszik, nem anya. Jó, nekem is több exemnél ez viszonylag egyértelmű volt, hogy jó van, oké, apa hadd igyon, és akkor Ez nálam is mindig ennyi volt az autó, és akkor ő vezetett. Ez alap igen. volt. Tudom, de nappal volt, Gyuri, láttalak a rakparton. Jó, hát mikor van buli éppen, érted? Most de hát engem messzire menni most is, hogyha van valami összejövetel, és akár megyünk hozzád, vagy bárhova, mindig én vezetek, és mindenki más iszik mellettem. Hát ebben az esetben igen. Ül mellettem a Gyuri, a Lacika, a Laci, mindenki. Hát ez történelmileg így alakult a net. Jó, mert te jó szívű vagy, tehát te hajlandó igen. vagy fuvarozni. Hát itt a kis szülinapos Backstreet Boys gyertyás fiút cipelni. Bírjuk már ki ezt a hetet így, bírjuk már ki, most már alig van belőle. Jó. Nem is bántottalak. De akartál, kezdted? Hát mert beleszóltál, azért nem. Na, hali pupákok, ma is vigyázzanak az útrakelők, mert a plusz 3 fok ellenére nagyon csúszós utakra kell számítani. Jó reggelt a faldoktor, igaz is. Jó reggelt, drágáim, csak egy köszönet nyilvánítással tartozom, hogy lendületet adtok a mindennapjaimban, a minőségi borfogyasztásomban és a szexuális életemben. Szeretlek, showman, Pöpi a hentes. Istenem, igen. Szeretlek, showman! Ó, puszi a végén. Na még egy, Grétitől is boldog szülinap amúgy, de nem írta meg, hogy sikerült a szakítás, meg egyáltalán nem írta azóta. Na, hello Istenek, szép reggelt mindenkinek, üzenetem egy korábbi témátokhoz kapcsolódik, párom plédbe bugyolálva vacog egy bögrével a kezében, és azt motyogja, nem megyek dolgozni, nem. Ha csak egy SMS lehet naponta, akkor üzenem neki, ott kell lenni mindenhol. Csodálatos napot. Üzeni a Bogár Tibi. És ott vacog a párod, és azt mondja, hogy ott kell lenni mindenhol. Ilyen biztos bereket, igen. Igen. Na, Anett fogalmazott, Anett ide tette, olvassuk őt. Ma már nem viszi le a fejünket a szél, de jó, tegnap brutál volt. Nagyon, igen. A 13. igen. kerületben egy háznak a tetejét is megbontotta a szél. Képes, persze. Igen. Szerencsére mérséklődik a tombolásom, amit a szélnek. A sok napsütés és a 10 fok körüli csúcsok szebbé teszik a napunkat. Holnap a Dunántúlon derült, napos idő várható, keleten kicsit felhősebb. Most azt ígérik, hogy vasárnap is sok napsütésre, enyhe időre készülhetünk. Hasonlóan alakul a hét eleje is. Szuper. Igen, nagyon jó híreket hoztam. Igen, ügyes vagy. Paula és Vanda névnap van. Ó, Isten éltesse. Ma van a nemzetközi vámnap. Ó, hát tegnap nem köszöntöttük fel. Igen. Hogy írok neki ma üzenetet, hogy boldog vámnapot. Világszerte a vámszolgálatok munkatársait ünneplik. Hogy milyen gyorsan reagálnak a témáinkra. Tényleg. Csinálok-e világnapot? Igen. Gyorsan. 98 éve Londonban mutatták be az első televízió készüléket. Jé? Ezzel most meglepődtem. Azt hiszem, hogy minden Amerika, amilyen... Nem, ez kivételesen Anglia, de hát aztán a térnyerés Amerikában, tehát a hódító útjára Amerikában indult. Ugye az én kedvenc időszakom az 40-es, 50-es évek Amerikája. Én mondtam, hogy ha vissza lehetne menni, én oda mennék. Mi mit csinálna ott? Hát én valami háziasszony lennék, valami bankárnak a feleségeként. Na pont ezt látom. Aki ugye pont az 50-es évek iránymutatását is betartaná, amit a nőknek írtak, hogy neked szépnek kell lenni, amikor a fáradt férjed hazajön, és próbálj neki örömet okozni. Főztöddel és külsőddel egyaránt. Igen, és ilyen... Kényeztesd őt. És ne legyen hangos, és ne zavard őt, hogyha éppen pihenni akar. És szüljek két gyereket, és igen, és tűrjek el mindent. És ezt szeretnél, ugye? Viszont kínálj egy kedilek. Nem, a kedileket szeretném. Meg a ruhákat, amik akkor voltak. Ez a nagyon-nagyon csinos, nagyon nőcis ruhák. Szűk felső, akkor ilyen térdigérő szoknyák, és magas sarkú. De ebbe kell főznöd, tehát ott tényleg az volt, hogy nem az volt, mint ma Rozi mama, aki csapzottan egy ilyen lila műanyag köntösben filcmamuszban összedob valamit Jóskának,
Tehát nem ez volt, hanem az, hogy pontosan, hogy most magad leírtad, ilyen Audrey Hepburn külsővel kell főznöd. Igen. És hazajön a férjed, és parfümösen kell, hogy várd, és ha a férjed téged megkíván az ebéd után, akkor azt is illik teljesíteni. Igen, ez egy jó feleség. De ez erre vágysz, és kint van a kedilek. És Amerika. Szóval ez itt tetszene? Mondjuk egyébként ennek nagy része most is teljesíthető a net, nagy része igen. rajtad áll. Igazából ez olyan nagyon szexistának, nagyon ilyen himsovinisztának hangzik, de ma is ez a helyzet. Sokszor. Csak ugye az egésznek más az illata. Már bárcsony kell beszélni róla. Menj be egy zuglói lépcsőházba. Ott kopognak a magas sarkú közés közben. És ott jössz az ajtó, nem Amerikában. Na értem én a nettet, én is lennék ilyen. Ez egy szép álom marad mindannyiunknak. 119 évvel ezelőtt Dél-Afrikában került elő a világ legnagyobb gyémántja. Súlya a megtaláláskor 3106 karát volt. A karát az súlyt jelent? Én fogom sincs, mi a karát. Igen. Méretet. Igen? Méretet, méret, súly. Amit 9 nagyobb és több kisebb részre vágtak. Szétvágtak egy darab gyémántot. Én ezt nem értem. De tényleg. Bizony. A világ legnagyobb gyémántja, és akkor nekiállok egy flexel földarabolni, hogy ahol legyen belőle több. Ezek szerint. Ez nagy. Ez nagy, úgy kell megcsiszolnia, hogy ez egyben legyen, csak akkor azt mire rakod? Mert ők azt mondja, a legnagyobb darab a Nagy-Britannia korona ékszereinek része a jogart ékesíti. Persze. Hát ott van. Igen, Dél-Afrikában persze. találják a világ legnagyobb gyémántját. Ó, gyerekek, hova kerül? Hát Nagy-Britannia. Hát természetesen. Hát logikus, de hát ez óriási volt azért, hogyha egy kilenced része is elég volt a jogarra, hát ez akkora lehetett, mint egy ilyen óriási kólás csupa-csupsz nyalókkal, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem raktad volna sehova. Titokban biztos kipróbálják. Hát igen, a jogarra kerül akkor egy teniszlabda méretű mondjuk, ugye? Igen. Nagyjából okay. Igen. És akkor, ha mondjuk egy ilyen amerikai futballlabda méretű volt az a gyémánt. Akkor abból mit lehet csinálni, ami esztétikus, van használati értéke is? Hát a jogart nem bírta volna el Erzsébet a óriás gyémántos jogart. Tehát szét kellett vágni az Gyuri. Igen, amúgy hova teszed? Fejedre? Nem? Tehát nyakadba lóg? Sisakra se jó. Sisakra, nyakadba lóg? Nincs az a rapper, aki felvegye. Semmi. Derekadra, keresztbe. Hát ez semmi. Nem jó. Szét kellett vágni. De jogos. Akkor így már értjük. Jó, persze. Így már értjük. 34 éves ma Sergio Perez, mexikói autóversenyző. Sergio. Uh-huh. Sergio, ugye? Perez, mexikói autóversenyző. 61 éves José Mourinho, portugál labdarúgó edző. Igen. Hogy azért így meglegyen a nyelvlecke is reggelre. Spanyol. Igen, portugál. Igen. Melyik idióta volt az, aki hírbe hozta José Mourinho-t a Fradival? Mert terjed két napig egy ilyen hír, amit olvastam. Ja, ezt most viccből mondta? Nem hiszem. Ő csak elmondta. Ez a poénod volt? Egy külföldi focis hírportál egyébként, és onnan vették át magyar oldalra. Külföldi? Én sehol nem olvastam. Nem, focis hírportál, nem olvastam, de külföldi cikkeket olvastam. És valóban volt találgatás José Mourinho hova menetelével kapcsolatban, de a magyart azt én nem hallottam magyarok sehol. Magyarok is már úgy hozták le, hogy egyébként megkérdezik a Fradit, és kategorikusan tagadták, de hát mondjuk egy ilyen helyzetben nyilván tagadnak. De igen, valami ilyen statisztikával, meg mindenféle ilyesmivel foglalkozó .com valamilyen oldal. Oké. Okay. Na jó, Zalaszentgrót most plusz 3 fokos, plusz 10 lesz nálatok. Uh-huh. És napsütés, Szarvas, 5 fokos, 12 lesz napsütéssel, Kágari mínusz 4 fokos, plusz 4 lesz tök jó napsütéssel, Nyíregyháza 4 fok, 9 lesz napsütéssel, Budapest plusz 4 és plusz 10 lesz itt nálunk is. És napsütés. És nem lesz szél, akkor ez egy szép nap lesz. Reméljük. Mit csinálunk ezzel a nappal? Te mit csinálsz, Gyuri? Te most mész haverokkal szülinapozni? Lesz egy kis ünneplés. Hol? Aha, valami kis óvatos. Hát valahol a belvárosban. Nem tudom még, mert ők szervezik. Én se tudom. Úgyhogy majd megmondják. Jó. Oké, na, ez... Megint csak párkapcsolati téma, de most ez nagyon izgi. Ez tényleg nagyon izgi, ugyanis amikor van egy új szerelem, akkor ugye előbb-utóbb az új szerelmet bemutatod a barátaidnak. Uh-huh. És akkor, ha minden jól alakul, uh-huh. akkor mindenki összebarátkozik mindenkivel, lehet, hogy az új szerelem is hoz még barátokat. Tehát, hogy kialakul egy társaság, akkor éljük szépen éveinket, mint párkapcsolat, és a barátaink is szeretik a páromat, és a párom is a barátaimat keresztbe, annak is a barátom és feleségével összehaverkodik. Tehát tök jól kialakul valami, és akkor bim! Na, Gyuri szavával élve, bim. Becsap a villám. Bizony. Becsap a villám, jön a szakítás. És akkor mi lesz a barátokkal? Tehát például a te legjobb barátod nagyon-nagyon jóban volt az exeddel, ma már exeddel, nagyon jóban volt,
De ő szeretné vele tartani a kapcsolatot, mert továbbra is kedveli. Uh-huh. Például, ez egy probléma. Uh-huh. Az én barátom. Az én már nem barátnőmmel. A te már nem barátnőddel. Hát de hello, hello, hello. Hát kinek a barátja volt? Ez kimutatott be kit, kinek? Na de gyerekek, mégiscsak hogy volt ez? A barátságok birtoklásról szólnak. Tehát, hogy mi van, hogyha ott tényleg megvolt? És... Nem, nem. Tesó, a barátságok lojalitásról szólnak. Oké, okay, arról is szólnak, rendben van. De te miért? Te ugyanúgy megszakítanád a kapcsolatot az én barátnőmmel, akivel te baromi jóba voltál, mert szakítottunk? Igen. Saját és ha nem kérem tőled? Akkor is. Mert? Mert azért, mert ez egy csomó kellemetlen helyzetet tud szülni. Egyrészt. Másrészt meg nyilván egy szakítás után én téged foglak sajnálni, téged foglak segíteni, ott fog segíteni. És ha én vagyok a rohadék, akkor is te vagy a barátom. De objektíve én vagyok a rohadék. Tehát őt nagyon kedvelted, az én barátnőmet, most már exemet, nagyon kedvelted, iszonyat rohadék voltam, ahogy ez a kapcsolat felrobbant, és persze a barátom vagy, de akkor is vele lezárod, mert... Igen, akkor elmondom neked, hogy szerintem rohadék vagy, de hát attól még te vagy a barátom. Tehát, hogy nem fog hiányozni a barátnőm? Szerintem annyira azért nem lóptunk együtt sokat. Nekem fog, úgyhogy én vele tartom a kapcsolatot. Na jó, látod, te vele tartod a kapcsolatot, mert mi most jóba vagyunk, és stb. És te vele tartod, mert a nemek viszont másképp szolidarizálnak egymással. Tehát a nemek is szempont. Pontosan. Úgyhogy én biztos, hogy mellé állnék. Nem lennék vele se rosszban, de őt támogatnám. És ez tudod, hogy hány helyzetben fordult már elő, és hány ilyen kavarodás volt, félreértés, megsértődés, stb.? Hogyne, és képzeld el, hogy beviszed a társaságba a következő párodat, és ott már ilyen háború dúl, meg ilyen ellenértések a társaságban. Nem kell bevinni most már, én most már ezt lezárom. Nem. Senki ne barátkozom senkivel. Jó. Hagyjuk ezt a barátságot. Megoldás. Lacinak ez tök jól megy 20 éve. Nekem ez jól. Egyébként 40, de... 40 éve vagy házas? Ja, de most a házasságról beszélünk, vagy a barátkozásról. 40 éve nem barátkozik senkivel. Ja, úgy jól megy. Jó, de van, hát, és van, ugye egy párkapcsolatban az erősebb barátmágnes. Tehát valaki tényleg eleve hoz magával egy holdudvart, valakinek senkit. Tehát nekem volt olyan, akinek senki nem volt. Hé, neked nincs barátod? Hát nincs. Akkor lehet, hogy nem jó emberrel vagyok. Nincs barátod? És, na jó, szóval erről beszéljünk majd, azért, mert egy férfi egyébként egy blogban leírta azt, hogy milyen problémákat okozott az, hogy ő szakított a barátnőjével, és erre a baráti kör hogy reagált? Szerintem mindenki ismeri ezt a problémát. Mindenki ismeri. Ez nagyon komoly dolog. Jó, a másik pedig, gyerekek, az idegesítő hangok listája. Találtunk valahol egy listát, egy cikkben, és úgy gondoltuk, hogy ezeket akusztikus műfaj vagyunk, hát halló, ezt nekünk kínálják, ezt a témát. Az idegesítő hangok, tehát vannak azok a hangok, ti is ismeritek, nyilván, amelyek, ha csak meghallod, legyen az egy fogorvosi fúró, vagy egy, vagy ez. Ezek körmök, csak jelzem. Igen, hogy kiráz a hideg, feláll a hátadon a szőr, stb. És egy cikk azt mondja, hogy ez nem minden embernél egyforma. Tehát, hogy van olyan hang, neked ugye ez a hungarocelles? Amikor két hungarocell darab nyikorog egymáson. Igen, az engem például hidegen hagy, de téged nyilván idegrendszerileg szét. Összerándulnak az ujjaim, a foggyökereimet elkezdem érezni, igen, amikor ezt hallom. És bemutatunk egy csomó ilyet, és megnézzük, hogy mit vált ki belőlünk. Azt is próbáljuk vizsgálni, hogy például itt van ez a táblán csikorgó körmök, amit az előbb mutattam. Próbáljuk meg vizsgálni, hogy ehhez fűződik-e sztori, egy kulcsélmény, ami miatt ez a hang idegesít. Mert ha mondjuk most hallottuk volna először, akkor lehet, hogy nem is váltanak ki semmit. Tehát, hogy ez egy tanult, nevelt, tanult idegbaj, vagy hogy mondjam. Ezt jól lenne megvizsgálni. És rengeteg gyönyörű hangunk lesz, óra, kattogás, csöpögő, csap. Valakit az idegesít, hogyha a okostelefonján a telefon billentyű hangját hallja. Van ilyen. Igen, ezt nem is tudtam, hogy benneteket idegesít, de nem vagyok hajlandó lemondani róla, és majd elmondom miért. Nem mondok le róla. Miért? Jó. Mi? Mert én tradicionális vagyok. A szép tradíciók. Oké, ebbe menjünk bele jobban, én is úgy érzem. Fél, nem kapsz több pénzt, hogy te itt elkezdesz hangutánozni. Gábor, én azt évek óta tudom, hogy nem kapok több pénzt. De mégis csinálod. Hát csak próbálom illusztrálni, ahogy te a körmöket illusztráltad, hogy ez mennyire idegesítő tud lenni, amikor ül melletted valaki, és
Nem, miért idegesítő? Ez már mesterséges hang, de egy régi billentyűzetet, annak a hangját utánozza. Az autóban is, az, ha indexes és megy, tiktok, 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 az már egy mesterséges hangot, semmiféle relé nem kapcsolódik. De az embernek kellenek ezek a hagyományok, amiben kapaszkodhat. Nálam a telefon billentyű hang, óriási. Nálam ez erről szól, a Gyuri. Jó hagyomány. Nálam ez erről szól, értsd már meg az én pszichémet. Matyó hímzés és telefon billentyű hang. Úgy hiányzik az Erika írógép. Onnan indul ki. Hát onnan. Onnan indul. Jó, tudom, gyerekek, lesz még vitatkozni. Jó. Bemutatunk nektek hány ilyen hangot, Gyuri? Hú, van vagy 10. Van vagy 10 ilyen hang. Mi ez, szopogás, vagy mi ez? Ja, szipogás. Tehát aki most nagyon elkezdte várni a témát, a szipogás lesz, csak igen. Sajnos. Mindenki magának megoldja máshogy. Igen. Nincs, szopogás hangunk nincs. Látod, nem is utánzom. Köszönöm, Laci. Köszönöm. Rég volt, mi? Hát nagyon. Várjál, viszont nagyon fontos téma jön a Voga. Én annyira örülök ennek a témának. Voga most egy picit az otthon elkészíthető élelmiszerekről szeretne beszélni, és ő ebben tényleg nagyon jó, ő ebben mester, mi egymásnak szoktunk mutogatni és átadni, és most a kovász nevelés jön. Képzeld el, nevel kovászt, helyes. Mindenféle péksüteményt készít belőle, hát eldobtam az agyam. Ez nagyon jó, szólok apámnak, hogy hallgassa a Vogát, mert ő is most valami pékségből szerzett valami kovászt, és azt nevelgeti. Hát kovászt azt lehet csinálni, előállítani. Kovász, meg igen. Nem tudom, de hogy... A lényeg az, hogy kovász nevelés, az rengeteg mindenre jó. Nyilván kenyér, és mindenféle ilyen, amihez élesztő kellene, péksütemény ahhoz, zseniális pizza. Kolbász készítés, na ez otthon, ez engem nagyon érdekelne, nincs hozzá gépem, tehát ez a ráhúzom a... Azt a... Béla. Azt a Bélát. Na, meséljed, hogy csinálod? Nem tudom, hogy kell, csak ez láttam. Ez különleges kolbász lesz. Láttam tévében. Gyere, Béla. És akkor meg kell tekerni hátulról. Megkívántam a csípőset. Igen. Meg kell tekerni hátulról, és akkor vigyázni, hogy ne nyúljon nagyra. Igen. Ja. De alapvetően nem nehéz a kolbász, nem hús kell bele, zsír kell bele, fűszer kell bele, össze... hangutánzás, és bele Bélába. A recept az nagyon nem mindegy, és azt mondja János, hogy ez neki évtizedek óta fejlesztett recept. De recept annyiféle van, hát ahogy a spanyolok csinálnak kolbászt, a németek zseniális a kolbászokban, mi, stb. Tehát, hogy annyiféle. Na minden, Vogce elmondja, ez tényleg izgi lesz. A tegnapi nap legjobb pillanatai következnek most, és hát ez ugye a Vám, és éjjel a Vám, ma van a Vám nemzetközi napja. Arnold Schwarzenegger és a Vám története volt. Mert hogy megbukott egy nagyon drága karórával Münchenben egyébként, és kérdeztük arról, hogy megy ez az egész vámozás, mit vihetünk, hozhatunk, stb. A NAV szóvivőjével Kis Péter Andrással beszéltünk. Ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra lesz, 9 perc múlva. Üzenik, bocsi lányom, először nem alszik majd itthon, a barátnőjénél lesz, mindig ilyen nehéz lesz majd ezt feldolgozni, én tiszta ideg vagyok már most. Egy kabát rajongó. Válaszom, nem lesz mindig ilyen nehéz ezt feldolgozni. Az első egy-két alkalom nehéz, aztán ez tök laza. Nyugi. Aztán Bocskortim, jó reggel, tegnapi műsor nagyot szólt, reméljük Fitty ma is jelentkezik. Laca Skóciából. Bocsi, tegnap megkóstoltam Csaba Sauvignon Blanc-szát. Tud valamit ez a gyerek, üzeni Bernie. Na mit szólsz? Örülök neki. Mondd meg Csabának. Megvan. Aztán Nick Carter születésnapja lesz vasárnap, köszi Tonyor, de nem értettük a talalárét, meg ilyeneket írtál még oda. Lehet, hogy a Tonyor már ünnepli. Talaláré, Nick Carter, talaláré. Gyuri asszonypajtim nem nagyon hallgat benneteket, de tegnap egy hosszabb részt hallott a műsorban, és csak ennyit mondott, ez a Gyuri vicces. Ja, és boldog születésnapot. Joci a Bordile. De jó fej vagy, köszönöm, Joci. Kettőt. Egyetértek a reggeli SMS-ező titkos rajongóval, többen vagyunk úgy, ahogy ő. A műsort, a csapatot imádjuk, jók vagytok. Jó, ez rajtunk is múlik, hogy mennyit olvasunk be abból, hogy egyébként az ő kis kemp csapat, hogyan? Belső mozgásaik hogy vannak. Hogyha kívánjátok, ritkítjuk ezeket. Csak egy szavatokba kerül. Nem, egy szavatokba kerül, ha ez tömeges igény, akkor igen. Jó. Kedves Bocsi, írtam is, voltál aranyos, hogy be is olvastad pont ma egy hete, hogy sajnos visszamászott a kulcsjukon. Ja, ez Gréti a barátjával. Csak Gréti nem tudtam, nem változott, semmi sikerült pontot, nem sikerült pontot tenni a végére. Tehát visszamászott a csávó, még nem tudta befejezni, és most ki akarja gyömöszölni a kulcsjukon, de még nem tartott, tehát most ott van a csávó, az a baj. Jó, hát meg kell ennek még érni. Igen. Kedves Bocsi, évek után sikerült rávennem egyik barátomat, Viola Balást, hogy titeket hallgasson,
kaphatna egy háját? Hát persze, hát Viola Balázsnak egy... Hájjá! Mert itt van velünk. Laci, jó, mit hoztál? Ó, nagyon nagy botrány van. A volt Twitteren, most már X-nek hívják, ugye mióta az Elon Musk megvásárolta, és most már... Már nem Twitter? Már nem Twitter. Mióta zuhanórepülésben van, ugye? Hát egyébként zuhanórepülésben van, tehát olyan dolgokat talált ki, mert ugye rögtön jött az, hogy majd fizetős leszek, nem tudom, akkor mindenki felháborodott, mert hogy ott van egy ilyen twitteres ősközösség, tudod, egy idő után elkezdik magukénak érezni ezt a dolgot, erre jön ez a milliárdos, és akkor majd ő ott majd önt kitalálom, hogy hogy van most a technológia 2023-ban vagy 2024-ben. Na mindegy, hogy szóval ott zajlik az a botrány Taylor Swift-tel kapcsolatban, hogy elárasztották ezt az X nevű oldalt, ezek a deepfake, hát mondjuk ki, ezek ilyen pornóképek. Képek, amit amit a Taylor Swift-tel csináltak. Én rákerestem, hogy milyen típusúak ezek. Hát persze, hogy rákerestem. Hát persze, hogy rákerestem, hogy tudja, miről beszélek, hogy most egy olyan intim helyzetben van feltüntet. Gyuri, köszönöm, hogy megértesz ebben a helyzetben, majd küldöm a linket. De hogy hát figyelj, rohadt gusztustalan. Tehát, hogy nem az... Nem ez a baj, mert nyilván vannak ilyen állatok, és régen is volt ilyen, hát egyszerűen akkor csak a híres ember fejét montírozták rá, és akkor nem kellett ott nagy varázslat, nem kellett deepfake, meg AI, meg nem tudom micsoda. Hanem az, hogy akkor ezt engedi az új Twitter? Elon Musk ezt engedi? Ezt nem szűri? Hát tulajdonképpen ez egy tartalom, tehát egy képes tartalom, egy létrehozott... De a személyiségi jogok azért ott vannak. 18-as karikás a közösségi oldalak általában az ilyet nagyon szigorúan szedik le. Abszolút. Tehát, ura, hogy ott nem. Abszolút. Hát itt nem történik meg ez a dolog. Egyébként pár államban ez a deepfake képkészítés, hogyha nem járul hozzá az alany, a pár államban illegális csak. Tehát igazából az, hogy a pár amerikai államban, meg a világon ez így ebben nem volnék olyan biztos, hogy a képmásoddal bármit lehet csinálni, és ez bizonyos államokban nem illegális. Ezt nem hinném. A jogérzékem mondja ezt, ami nem sok, vagy nem hagyom, tehát sok, de nem megalapozott. Én azt gondolom, hogy a jogérzékedet ütköztetni egy bulvárcikkel azért az mindenképpen érdemes. És lehet, érdemes, és többnyire én győzök, igen. Így van, e felé. Na jó, csak hogy mindenki készüljön föl, mert ez azt jelenti egyébként... Mindenki készüljön fel. Hát, basszus, készülj föl, mert a te fotódat is, a Gyuri, bármelyikünk fotóját használhatják. Én bevallom, én azon csodálkozom, hogy ez nem harapozott még el jobban. Tehát, hogy ott tartunk, hogy pillanatok alatt a mesterséges intelligencia mondjuk énekesekkel énekeltetnek el olyan dalokat, amiket sosem énekeltek amúgy, és nem hallod a különbséget, mert tényleg az ő hangja. Tudjuk ezt is már egy ideje, hogy a képekkel is lehet ilyet csinálni. Tehát én ettől rettegek, hogy ez egy idő után nagyon el fog szabadulni. El fog szabadulni, és biztos, hogy erre születnek majd újabb szabályok és törvények. Bízunk benne, meg újabb megoldások. És hogy lehet lenyomozni, abszolút. Hát igen, csak a törvényalkotók tartsanak ott abban, hogy milyen törvényt kell nekem csinálni azokra az emberekre, akik ilyeneket csinálnak, egyébként 27 évvel előttem járnak egyébként ebbe, hogy ez mi történik, meg hogy hát csinálom. Meglátjuk, mi lesz ezzel. Igen. Aztán Karamell mondott egy nagyon jót Azariáról. Na. Azt mondja, hogy annyira lúzerség ezt fejtegetni, hogy miért működik, mi a recept, tanuljuk meg a receptek, TikTok, stb. Én azt látom, hogy az egész popszakma annyira ki van, annyira nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni, valahol szomorú is, valahol vicces látni, mennyire értetlenül állnak az egész előtt, belezakkannak kb. Így a popszakma, hogy most történt egy ilyen jelenség. Igaza van. Meg szerintem is tök igaza van egyébként, mert azt mondja, hogy inkább az Azariát meg a Dest látom a csúcson, és nem akart neveket mondani. Mint hogy bárki mást egyébként. De hogy tényleg, hogy na mindegy, szóval, hogy szerintem teljesen igazán, igazán, mert tényleg kiakadtak. Tehát még az is, aki azt mondja, hogy gratulálok és örülök a sikereinek, még az is majd megőrült. És megfigyelitek, elkezdődött egy ilyen trend, hogy boldog-boldogtalan megy most aréna koncertet csinálni. Tehát aki nem csinál ma Magyarországon aréna koncertet, az nem előadó. Egymást váltják. Melyiket nevezük arénának, bocs, csak azért, mert Paplászló hát sportaréna. Ez az. Az egy sportcsarnok, és a Puskás aréna az egy stadion. Így van, és ebben is megy a trükközés, hogy csak azt mondják, hogy aréna koncert. Tudod, és utána te megnézheted, hogy az a Paplászló igazából. Nem a Puskás. De a Paplászló is nagy szó. Nagy szó. Persze, nagy szó, oké, hát de a Budapest Park is óriási szó, és eddig a Budapest Park volt a megtöldöttem a parkot. Tudod, most elkezdődött ez a Puskás arénázás, most akkor gyorsan szaladni kell arénázni. Most ez megy. Mindegy, tehát aréna koncerteknek ideje van, és Tom Holland, tudjátok, a pókember. Azt tudom, Tom Holland, de nem tudom. Tom Holland a színész, aki játszta a pókembert. Na, kösz. És egy... Szívesen. Hát nem az csak, hogy milyen színész az, aki gyakorlatilag beleraknak egy harisnyába, és sosem látod az arcát. Kezdő. Ő Tom Holland? Nem jó. Tudtam. Ne, ő Tom Holland. Oké, okay, szuper. És ő kapott a pókember sikere után egy ilyen valami bónuszt a jegybevétel után egy 1 millió dollárosat. Illetve nem kapta meg, mert van egy Tom Hollander nevű színész,
aki viszont megkapta, hogy tessék itt a pókember után az 1 millió dollár. Rossz helyre utalták? Rossz helyre utalták ezt a dolgot. Te tudod ki a Tom Hollander, Gyuri, mert te nézted a Fehér Lótusz sorozatot. Igen. És Olaszországban ő az egyik ilyen, hát aki kiterveli a... Aha, a kis akkor tudom. Na mindegy, és most mi van? Nagyon jó szín. És kiderült, hogy ugyanaz volt az ügynökük, amikor ez történt. Oh. Tehát magyarul nem a filmstúdió volt a hülye, és beírt egy rossz számlaszámot, és nem tűnt föl neki egyáltalán. Hát, nagyon sokszor csak beírod a nevede számítógépe, egy elindul Tom Hall, és akkor már dobja ki, és akkor már csak rá kell enterelni. Valószínűleg a titkárnő az ügynökségnél oda. Valószínűleg itt történt egy ilyen cseh. De akkor remélem nem utalja vissza a Hollander a Hollandnek. Hát ha van esze, nem, mert egyébként pont azt mondja, most fejeztem be egy tévésorozatot, én azzal 30 ezret kerestem, úgyhogy az 1 millió, ez most nagyon jó. Hát a Hollander az a csóró, nem? És ez a harisnyás fejű, az meg a izé, ez meg a gazdag. És akkor a milliókra kap még 1 milliót? Hát igen. Mellett ez így. Ez fáj. Miért? Hol fáj ez? Ez fáj, hogy nyilván vissza kell adnia, de hogy a szerencsétlen színész, aki 30 ezre kér, ott izé, sose lesz majd híres. Hát. És kapott véletlen 1 milliót, amiből lehet, hogy megváltozhatna az élete. És ez a Holland meg azt mondja, hogy fia, add ide azt a milliót, és tedd hozzá az én millióimhoz, mert ott a helye. Tehát, hogy Igen, és képzel, hogy érzi magát, egyébként a Tom Hollander egy nagyon jó színész. Tehát, hogy én nagyon kíváncsi lennék, hogyha itt a retro félre utalna, és az én fizetésemet utalná neked, hogy te jelentkeznél. Szerinted, Gyuri? Nem tudom, nyugodtan maximum, mondjátok azt, hogy egy csaló vagyok. Az arc kifejezéséből lehetnek szerintem, hogy valami van, nem? De milyen lenne? Nagyon boldog, váratlanul. Váratlanul boldog és aktív. Ilyen kisimult. Jó, hát ha ilyen nevetet tudtok erről beszélni, akkor nézzük meg. Na jó, köszi Laci, jövünk vissza egy nagyon furfangos kérdéssel a párkapcsolatokat illetően. Mi van, hogyha hirtelen valakiből ex lesz. Na, ezt már átéltük egy párszor. Valakiből ex lesz, de hát ugye a baráti társaság meg nagyon szereti a barátnőmet, az ex, most már exemet, és baromi nehéz ezt ilyenkor helyén kezelni, hogy akkor most a barátok tarthatják-e az exemmel a kapcsolatot, nem tarthatják-e, de megszerették. Veled hogy viselkednek? Hiszen egy barátot vettél el tőlük, aki az exed ugyan, hát de hát ők szerették. És akkor jönnek ezek a hülye mondatok, hogy őt én hoztam a kapcsolatba, ő az én barátom volt, hello, mit csinálsz te vele? Igen, és van a keresztbe barátkozások, hát ki nem ismeri azt, hogy a párjával, egy másik párral nagyon-nagyon szeretnek összejárni, és akkor a nők nagyon jól kijönnek egymással, a pasik nagyon jól kijönnek egymással, jó esetben még keresztbe is, tehát hogy mindenki szeret mindenkit, és akkor egyszer csak valaki exé válik, akkor az nagyon-nagyon kemény. Te ezt nem tudod átérezni, nem? Nem. Jó. De próbálj majd hozzászólni teljesen oktalanul a témába, jó? Mert mi erről fog majd beszélgetni. Jó, hajrá, jó szórakozást kívánok a hallgatóknak és saját magamnak. Ez a Bocskor! 7 óra 14, jó reggelt minden drága hallgatóknak, Lacinak is, hello! Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt, Gyuri! Jó reggelt, Anett, jó reggelt, sziasztok. Sziasztok! Van egy balesetünk M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, baleset történt a 100-as kilométernél, alakul a dugó, hatóság még nincs kint, balesetmentes utat mindenkinek, Petya! Köszönöm szépen, köszönöm! Ez friss! Aztán Buenos Dias Amigos, egyelőre még itthonról, a szivarok leadva a portán tegnap délelőtt, Janek, megkaptam! Hát te milyen egy jó ember vagy! Janek, és mindenféle levél és minden nélkül egy lányozta, vagy az apukája küldi egy doboz pártagaszt. Nagyon köszönöm. Ami hát egy pártagaszt. Hát. Így van, köszönöm szépen. Jó reggelt, Bocskortim, szeretnék kérni egy háját a ma is bujkáló, semmit sem csináló naplopó közútkezelő munkásoknak. A narancs színt lecserélhetnék terepmintásra, így nem látnánk legalább őket, és nem bosszankodnánk, hogy mit megengednek maguknak. Kis Pityú dühös. Ezért nem jár hájá, ezt azért elmondtuk, de hájá nem jár, az egy másik kategória. És van még egy közlekedésünk? Igen. Az amúgy is zsúfolt 31-es út Sűsáp, Mende, Maglót szakaszán a rendőrök csinálják a dugót. Mende szélén mindenkit szondáztatnak. Több kilométeres a sor. Értem én, de na. Már 9 kilométerrel ezelőtt túlestem egy szondán. Mende település teljes hosszán araszolnak az autók, mehetnek a pandurok a... és ezzel totálisan egyetértek. Tehát én is azt gondolom, hogy a rendőrségnek 2024-ben más funkciója legyen már. Persze szondáztassák meg olykor az autósokat, de hogy feltartani egy reggeli forgalmat.
mindenkit megszondáztatni. Hát, ha még van egy maradék alkohol benne, nem hiszem, hogy ez a legfőbb feladata a rendőrségnek. A közbiztonságot, tehát valószínűleg, amikor este mennek a betörők mentén és feszegetik fel a redőnyöket, akkor meg nincs ott. Tehát, hogy át kéne már csoportosítani azt, hogy nem, de most komolyan, megértem, ne vezessen senki ittasan, rendben van, de hát indul a reggeli forgalom, jönnek be városba ki, az amúgy is egy ilyen nagyon-nagyon, az a 31-es út, hányszor számoltunk el, most ott föltartja és több kilométeres a sor, mert azt kapták parancsba, hogy mindenkit szondáztassanak meg, nem értem, hogy tényleg itt tart a rendőrség, másképp működik Amerikában például, tök más funkciója van a rendőrségnek. Na ennyit erről, bocs, na gyerekek, új szerelem! No, ha új szerelem van, akkor mi történik? Akkor jönnek az új barátok is az életünkbe, és ez tök jó, mert egyrészt a mi barátaink megismerik az új párunkat, ha szerencsésen működik, ez nagyon-nagyon öröm, és mi megismerjük a szerelmünk barátait, nem? Igen, mert hát mind a kettőben kell, mind a két társasággal kell időt tölteni, tehát ez van, ez törvényszerű, és onnantól ti együtt mozogtok. És ha jól jönnek ki, akkor az baromira öröm. Az tök jó, így van, és akkor még az sincs, hogy vádaskodás, meg hiszti, hogy hol maradtál, miért nem jöttél haza, mert tudod, hogy a barátokkal voltál, és a barátok azok jó fejek, azokat is szereti a párod. Ha külön megy, de ha meg együtt mennek, akkor simán lehet, hogy egyébként a másik az nyűgösködik, hogy jaj, már megint velük kell lenni, tudod, hogy nem bírom. Hát, hát kezdjük ezt el, ez a nem bírom vagy bírom. Azért jutott ez eszünkbe, mert megtaláltuk Péter levelét egy blogon, aki pont azért került nehéz helyzetbe, mert a barátnője túl jól kijött az ő barátaival. Tehát Péter barátaival. Arról írt, hogy az ex-e, mert most szakítottak, annak idején, amikor még együtt voltak, akkor baromi könnyen és nagyon gyorsan beilleszkedett az ő haveri körébe, ismerős gondolom mindenkinek, mindenki csípte a barátnőjét, és ez a barátnő, ez nagyon gyorsan szoros kapcsolatot, barátságot alakított ki a többi lányal a társaságból, tehát az egész társaság itt nagyon-nagyon jól összefort, összeérett, és amikor megtörtént a szakítás, akkor Péter azzal szembesült, hogy a barátai barátnői nem igazán vették jól, hogy ő szakított, és az ex-e, most már ex-e kilépett a társaságból. És ezért Péterre haragudtak. Aha. Az ő emberei. Péter, ez hülye vagy, szakítottál a barátunkkal? Hát ez kb. Ez, igen, amit mondasz. Történik egy idő után. Igen. És miattad kikerül a csapatból? Így van, és akkor a csajok a baráti körből, tehát Péter barátainak a csajai, azok tovább is tartották a kapcsolatot Péter exével. Mert hogy gyakorlatilag, és most már csomó embert vitt magával az ex. A Péter baráti társaságából. Aha, tehát így szépen szedegette ki az akkori barátokat, és akkor lett egy új kis baráti társaság külön. Igen. Na, most ez az a baj, hogy erre nem tudok jó választ, de be is fejezhetjük ezt a témát, mert erre nem tudok jó megoldást. Lehet itt bárkire haragudni? Hát egyrészt nem. Másrészt meg ráadásul nagyon is életszerű, szóval ezért érdemes erről beszélni, és nagyon sok az olyan pont benne, amiből aztán nagy balhé lehet. Hát persze. Hát persze, csak az a baj, hogy ráadásul itt a barátnők, tehát ott van Péter. Péternek a barátja mondjuk te vagy. Aha. Neked van egy barátod, Enikő. És Péter szakít barátnőjével Julival. De Enikő, a te barátnőd, Julival tök jóba lettek. Igen. Akkor Péter hogy kérhet téged számon, hogy ne barátkozzon már a te csajod az én ex-csajommal. Hát engem ne kérjen számon. Hát ez akkor beszélj meg vele. Tehát, hogy igen, teljesen megértem. Ugyanakkor meg köztünk is valahogy a párkapcsolatban tudna ez bonyodalmakat okozni, nem? Amikor majd az én barátom ellen kezd el fújni mondjuk az én párom, mert az ex-e behangolja, tudod? Tehát, hogy hát igen, csak van egy férfi nem biztos, hogy hazaviszi azt, amit mondjuk te beszélsz a barátoddal, míg lehet, hogy a nő hazaviszi. Jó, állj, gyerekek, én nem értem, a hallgatók se fogják érteni, tehát ez most túl ide-oda mutogatunk, meg nyilazgatunk, hogy kinek a barátnője. Adjunk majd neveket, jó, hogy el tudjuk képzelni. De eleve az ember, van egy új barátod, te bevezetted a baráti társaságba, vagy Laci, hiába nézek rád. hiába nézenek, és nem csak most. De bevezetted a baráti társaságba, vagy ügyelsz arra, hogy ez vagy lassan épüljön, vagy sehogy ne épüljön? Én szeretném, hogy a barátaim megismerjék minél hamarabb. Neked vannak barátaid? Vannak, igen. Én voltam például az egyik, aki nem is olyan régen megismerte az új párt. Jó. Te ezt óvatosan teszed, apránként viszed közel egymáshoz a barátot és az új pasit, vagy mély vízbe dobod őket? Nem. Tehát egy közös nyaralás Gyurival. Hogy a két hét. Nem, de hogy két hét Korfu Gyurival, meg Csabival. Lesz egy is lenne. De hogy nem, én felkészültem erre, és nyilván nem akartam
kockáztatni, mert fontos az, hogy például a Gyurinak szimpatikus legyen. És hogy nem kockáz? Jaj, hogy leítattad mind a kettőt. Igen, sokba került, de... De hogy csináltad ezt? Hogy csináltad Csabival és Gyurival? Hát úgy, hogy több mindenki volt a társaságban, megadva annak az esélyét, hogyha esetleg nem szimpatizálnak egymással, még akkor is lehet egy jó buli. Tehát akkor még le lehet lépni, ki lehet kerülni egymást. És bulihoz kapcsolta szépen, tehát biztosra ment az alatt. Egyébként te, hogyha mit tudom, beviszel egy új párt egy társaságba, akkor milyen... Új párt? Mondjuk tegyük fel, tehát mit tudom én, egy csaj. Új csaj, értem. Azt mondja, hogy egy párt. Tehát persze, hogy egy egész párt. Olyan is felszedek egy párt. Soha nem mondd, hogy soha. Az új párjaim, Péter és Enikő. Hoztam ezt az új párt, Péter és Enikő, igen. Szóval milyen instrukciókkal látod el mondjuk a barátnődet, a társaságoddal kapcsolatban? Ez egy jó kérdés, hogy felkészíted-e? Hát attól függ, melyik társaságba viszem. Tehát mit tudom, én viszem mondjuk az egyik társaságba, én elmondanám a barátnőmnek, hogy nézd, ott van az a kis kövér, ő nagyon buta, de nagyon helyes. Aha. Akkor ott van egy ilyen fontoskodó, picit szexista, majd hallasz tőle megjegyzéseket a csípődre, meg a melledre. Szóval a Laci is ott van. Ne vedd figyelembe. Akkor a harmadik, ő nemrég vált, ő nagyon-nagyon frusztrált, aha, és izé. Igazából, igazából egyiket sem fogod nagyon élvezni, de próbálj jó pofát vágni az egészhez. Tehát rasszista barátod nincs? Jó, van. Igen. Bár tudom, hogy elveid ellen van, de ez a barátom rasszista, de hát ugye téged nem érint, hiszen semmilyen szempontból nem fogsz neki szemet szúrni. Azért nem véletlenül téged választottak. De szeretjük, gyerekkorában nem volt rasszista, tehát én, ugye ez régi barátom. Tehát, hogy én felkészíteném, persze. Szerintem ez így is normális. Egyébként. Szerintem jobban móka, ha nem mondod meg, hogy melyik. Na és akkor vége van az estének, drágám, te vezetsz. Melyik volt a buta, melyik volt a rasszista, és melyik volt a frusztrált? Igen, jó, ma este rasszista volt, de nem ő a szexista. Ő a szexista, igen. Nem, akkor mit csinálunk, hogyha mondjuk nem kompatibilis? Tehát tegyük fel, beviszed ebbe a társaságba, szimpatikus ilyen neki a szexista, meg mit tudom én nézni, de hogy valahogy mégsem jön össze, és mondjuk a társaságod azt mondja, hogy hát annyira nem. Igen, volt ilyen? Tényleg? Hát akkor az a baj, hogy akkor a társaságot egy picit háttérbe szorítod. Igen. Mert ugye nyilvánvalóan mindennapi kapcsolatban vagy az új szerelmeddel, itt tehát a társaság szorul egy picit háttérbe. Aha. És próbálkoztál valahogy összecsiszolni őket? Nem, semmi értelme. Aha. Semmi értelme. Ha nem működik viszonylag hamar, nem azt mondom, hogy első naptól kezdve, akkor igazából azt nem lehet csiszolni. Eltűrni lehet egymást, tehát hogyha van egy nagy kerti parti, ahogy elmész, és akkor grilleztek, és akkor elviszed, de ott nem történik csiszolódás. Úgyis arra megy, akkor úgyis a háta mögött beszélnek, tehát akkor mi elmegyünk, és úgyis kibeszélnek, hogy ez a bocsi, ez kit hozott ide. Szörnyű, hát ez... Igen, abszolút. És évekkel később vallják csak be, hogy bocsi, ez szörnyű volt. Hát mi az... Pontosan ilyen volt a barátom, évekkel később mondta meg, hogy a párjával én ugye annyira nem jöttem ki jól, mert hogy egyébként én nem éreztem a párja szerint nem jöttünk ki jól, és akkor ezért ő szépen lecsavarta a mi kapcsolatunkat, és akkor egy kicsit kevesebbet találkoztunk, mondjuk évente egyszer. De mi van, hogyha mondjuk neked most van egy barátnőd, egy új szerelme, mondjuk Enikő, és a te legjobb barátod Karcsi, abszolút jól kijöttök, jártok és együtt bulizni, ahogy szoktatok. És tényleg tök jó barátok, egymást is felhívják telefonon, tehát ezzel nincsen semmi bajod. És egyszer csak azt mondják, hogy mi elmegyünk egy ilyen ötnapos nyaralásra a Karcsi és az Enikő, tehát a legjobb barátod is Enikő, mert te úgyis dolgozol minden, neked reggel itt kell lenni, de ők, nekik most pont úgy jött ki a Szabijuk, meg minden, és ők elmennek Horvátországba. Ketten a Karcsival, a legjobb barátoddal, és Enikő. Hát szerintem mondanám azért a Karcsinak, hogy egy kicsit orientálódjon már más irányokba, mert... De látod, hogy nincs közöttük, tehát Karcsi sose olyan szemmel nézett Enikőre. Jó, de megmondom a Karcsinak, hogy csajozzál már ember, nem. De nem csajozni akar, barátok. De hát meg keressen magának egy csajt, akit elvisz Horvátországba. Visznek Scrabble-t magukkal, meg Fantát, tehát Fantát. Hogy nem... De érted, amit mondani akarok. Ez egyre ijesztőbb ez a nyaralás. Nem, sose volt gyanús, nem voltál féltékeny Karcsira soha, mert láttad, hogy és Enikőre sem vagy féltékeny, mert tökre megbízol benne. Akkor is fura. Egyszerűen fura. Te is mehetnél, de nem érsz rá. Értem. Mert nálunk van egy hetes promócia gömbtörés. Jó, ez egy karácsonyi Horvátország. Karácsonykor mennek Horvátországba, Scrabble-el és Fantával.
Mondjuk akkor ez garancia, hogy nem jönnek ki az apartmanból. Legyél már jó fej, hadd menjenek már. Nem tetszik de ez miért? A karácsonyi nyaralás. Mitől tartasz? De egyszerűen nem, fura, természetellenes. Az én párom a karcsival menjen nem a romantikát. Nem a birtokod, nem a tulajdonod. De mégiscsak köztünk van szorosabb kapcsolat, nem a karcsival. De karcsival van, karcsit ismered régóta, egyetemi társad. De ne a karcsival éljen meg mindenféle ilyen nyaralós élményeket. De te amúgy sem szeretsz menni nyaralni, hát karcsi kiment ebből. Menj te a karcsival, ennyire akarsz a karcsival menni, hát nem igaz. Hát megőrülök most már. Na jó, Laci, hogy van ez a házas társaknál? Ugye nálatok nagy jövésmenés nincs, házaspárokkal barátkoznak? Eleve a négyes felállás a jó felállás? A négyes felállás a jó felállás. Hát igen, már a házasság alatt igen, az úgy alakul egyébként, hogy párokkal vagy más házas párokkal barátkozunk egyébként. De vannak olyan barátaink, akiket a Kinga hozott, vannak olyan barátok, akiket én hoztam, teszem hozzá, szerintem így kicsavargatjuk egymás kezéből a barátokat. Igen? Tehát Kinga már elvitt a te barátaidat? De nagyon hamar. Hát engem is szokott hívni, téged nem szokott hívni? De szokott hívni a Kinga, igen. Mikor mentek Horvátországba? Mert a Scrabble-t elvihetitek, meg a Fant. De nálatok vannak ilyen érdekbarátságok is, mint Nancy-vel és Christopherrel, nem? Hogy a külföldön élnek Nancy és Christopher, és akkor ti oda mentek mindig lakni. Mert a barátaink. És ők azt mondják, hogy lakjunk ott. Jó, hát a barátok ezt mondják. Mi neked a barátaid nem mondják azt, amikor elutazol Texasba, hogy lakjál náluk? De mindig ezzel atrocitálnak. Na látod, hogy ez van. Ott van a jó Marriott. Muszáj ott laknom. Muszáj ott laknom, mert barátságra hivatkoznak. Jó. De akkor beraknak barátság... egy lyukba, aztán ott izé kukszolhatok, amik reggel ki nem riasztanak. Számadozol a Marriott. Nem mentek ki a konyhába, be beriasztott. Normális vagy? Na de hogy van Nancy-vel és Christopherrel? Ez akkor se érdekbarátság, mondjuk jó, lehet, hogy ővék a londoni Marriott, de akkor is ott lakunk náluk. És akkor nem tudom, hogyha mondjuk arra kerülne a sor, hogy mondjuk mi elválunk. Na, akkor ki mellé állnának? Hát én azt gondolom, hogy a feleségem a nővel, tehát Nancy-vel tartaná barátságot, én meg Christopherrel. Szerintem ez így a nemek miatt is így alakul igazából. Ez milyen szerintem érdekes, hogy a nemek miatt. Volt olyan keresztbe volt valaki jóban a másikkal? Nekem volt például, nekem nagyon sok barátom szerette valamelyik exemet, de abban a pillanatban, hogy bekövetkezett a szakítás, abban a pillanatban mögém álltak. De ez így normális szerintem, ez a lojalitás. Én soha nem kértem őket, hogy ne. Uh-huh. De, hogy ne barátkozzatok tovább is vele. Én soha nem kértem ilyet. Ellenkező esetben volt, tehát én egy csomó mondjuk az exem barátaitól hallottam, hogy ők nem barátkozhatnak velem. Aha. Tehát ez én például nem, és ez is sokak szerint érthető, én nem tudom, de én az én barátaimnak sosem mondtam. Semmelyik kapcsolat vége után, hogy ne barátkozz vele. De szerintem, nem tudom, lehet, hogy sarkos, amit mondod, de szerintem ezt egy barát nem érzi magától, hogy amúgy ki a barátja egy ilyen helyzetben, kit kell támogatnia, kivel kell összetartani, akkor ez nem is barát. Azt gondolom én is, hogy nyilván tudnod kell, hogy hol a helyed. Persze. Hát, és nem állsz át csak az, azért, mert szimpatikus valaki. Mert... Ne, én is vagyok ilyen helyzetben. Aki ilyet csinál, az egy kígyó. Az egy kígyó. Az kígyót. Az, aki egy ilyen helyzetben a barátod volt, és akkor hirtelen szakítás után nem is melléd áll be, nem lojális hozzád. Az egy áruló. Az egy áruló. Akit te elengedtél, így van. Én nem úgy tartom. Hát hogy? Nem árul, tehát én másképp látom ezt az egészet. Tehát, hogyha valaki tényleg szimpatizált, tényleg barátság alakult ki mondjuk a párommal, akkor én nem tilthatom meg, hogy ők ne legyenek továbbra is barátok. Hát, hogyha igazi barátság, nem csak az, hogy gyakorlatilag minden legtöbb barát a feleséget, meg a barátunk slepnek tartja. Valljuk be. Uh-huh. A sleppel könnyű szakítani. Majd jön új barátnővel, semmi gond. Érted? Ő a fix, a központi figura. Igen. De ha nem slepp, hanem tényleg baráttá válik, akkor ez iszonyat nehéz. Iszonyat nehéz, nem mondom, de akkor is tudni kell, hogy ki mellé állsz. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben képzeld el... Hány exemmel barátkozol most? Egy darabbal sem. Jelen pillanatban egy darabbal sem. De például neked volt olyan, hogy tudtál ellopni idézőjelben barátot az exet társaságából? Ellopni nem, de hogy megmaradt barát, hát akkor így igen, talán ilyen volt, igen. És abból nem okozott konfliktust esetleg náluk, vagy mit tudom én, hogy ő de hát ez egy állandó lelkiismeret furdalás. Ez abszolút.
arról nem is beszélve, hogyha mondjuk a te helyzetedben van egy ilyen, és utána te hozol egy új partnert a társaságba, akkor ott már fújás lesz érzelmileg, ő valamilyen szinten befolyásolva lesz, és ott lesz az új társaságban. Azért mondom, ez nagyon nehéz. Én szerintem nincs erre jó recept. De mi van, hogyha mondjuk szakít velem a barátnőm, Enikő, vagy mindegy, Petra, mindegy, mondok valamit, Petra, és hozzád megy vigasztalódni, Gyuri. És tudom, hogy te milyen fickó vagy. A te barátnőt hozzám jön vigasztalódni? Igen, én szakítok vele, mondjuk azt, hogy rohadék módon is, és hozzád megy vigasztalódni, hogy hozzám ne jöjjön. De kísírni magát, úgy nem úgy vigasztalódni, ahogy te ismered az összes többi vigasztalódás a sátorban, ahogy szoktam. Ki én ismerem azt a fesztiválokon, amikor mentek vigasztalódni a mojító szagú lányok. A Bagosi koncert után. A Bagosi után. Vigasztalódás. Na, nem, tényleg, egyszerűen ki akarja sírni magát, rólam akar beszélni, az ő csalódottságáról akar neked. Oké, ha meghallgat, nem dumáljunk, de utána ezt megosztanám veled is. Megosztanád velem is. Persze. Miért fordított helyzetben te nem? De. Tehát mit tudom én, hogyha ha van a párom Enikő, és látod, hogy mennyire jól vagyunk, egy egyszerű lány, olyan hozzám passzol, minden frankó, és te megszereted barom. Egyszerű lány szűk szókincsel, viszont őszinte érzelmekkel. Így, és ezt te látod, te átlátsz ezen. Tájszólása van? Na, szeretem a sírás és tájszólás vegyítve. De én járok vele. Ja, bocs. Szóval nincs tájszólás. Oké, mit akarsz, hogy Enikő is köztem mi legyen? Semmi. Enikő megszeret téged, meg te is őt, mert úgy a bölcsességet felnéz rád, és szakítunk. És utána úgy azt mondja, hogy de szükségem van rád az életemben, mint életvezetés, egy apa figurára. Hogy ezt vállalnám. Ezt így megosztanád vele? Nem úgy. De tényleg, csak úgy... Hát megosztanál, Gyuri, figyelj, az a helyzet, hogy én most Enikő apa figurája lettem. Nevezz Sugar Daddy-nek. Ezt most nyeld be, Gyuri. Ezt nyeld be, Gyuri. Mától apa figura vagyok. És, ja. Na ó, gyerekek, iszonyat nehéz. Semmelyik válasz nem jó. De, hát kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy amikor a barátod szakított a párjával, akik egyébként... Úgy egy párként is nagyon közel álltak hozzá, de hát ugye szakítottak, és megmaradt a volt barátnővel vagy feleséggel a baráti kapcsolatod. Volt-e ilyen? És hogy az milyen, nem tudom, a barátoddal mennyire tudtál szolidáris lenni. Tehát, hogyha egy ilyen kavarás volt, és ezt hogy oldottad meg? Meg kellett-e szakítani a kapcsolatot. Például. A barát miatt. Így van, így van. Hogyha ezt értitek, ezt a kérdést, tudom, hogy nagyon szövevényes, de azt hiszem, hogy mindenki átérezte ezt most, amiről itt próbáltunk beszélni, az írja meg 0620-22-22-122. Az utolsó harmóniába, hogy belesimult az én hangom is? Tehát négyen voltunk. Jó, semmit nem hallottok, de tényleg botfülőek. Mindannyian, csak egyedül te hallasz, meg néha még a Laci. Igen, csomó dolog van, amit egyedül te hallasz, senki más. Igen, az az érdekes. Ezek a hangok furák. Ezek gyakran vannak? Nem, itt beleénekeltem az utolsó harmóniába. Igen. Tudod, igen. Mi a fura, hogy én a többi hármat nem hallottam, csak téged? Na jó. 3-4, mi ez? 8? 3-4-8, elmúlt 2 perccel, nyugi. Szia! Szia! Szia, bocsi. Baráti körben volt egy házas pár, illetve egy másik pár. Gyakorlatilag párt cseréltek úgy, hogy a házas párnak már volt gyereke. Egy jó ideig nem tudott a baráti kör mit kezdeni a dologgal, viszont mivel már, tehát baráti körön belül volt egy ilyen helycsere, viszont mivel már évek óta stabilan ez a felállás, sőt már gyermek is született az új felállásban, ezért mindenki elfogadta a helyzetet, sőt azóta volt olyan buli, ahol mindenki ott volt. De érdekes. Ez az. Hogy így négy ember így egymással cserében kompatibilis tud lenni. Nagyon durva. Igen. Azt nem írja, hogy hány év után alakul ez így? Tehát, hogy és ha mi forgóznánk, kell. Akkor hogy jön neki, ha balra mennénk? Tehát Anne, Gyuri, Laci, én. Hát, de várjál, most ki van kivel? Kezdjük innen akkor. Hát ők megvannak a párjaikkal. Gyerekek, én mindegy, hogy kinek nálam, adom, neked állom a kapom. Petra, nálad van Enikő. Aha. Jó, hát akkor te erre megyünk az óramutatójárásra, de akkor te kapod a Kingát. De akkor az óramutatójárásra... Én kapom a Csabát. Ez ilyen az óramutatójárásra. Várjál, ez így nem jó, gondoljuk újra. Legyen hát te kapod a Csabát, én kapom a Kingát? Aha. Hát gyerekek. Akkor igen. Nekem, én... Akkor hány év kell még beletörődtök ebbe? Nekem egy élet se elég. De megkapod Gyurit. Nem rossz a Gyuri. Nem, hát ő Kingát kapja. Ja? Várjál, és akkor kit kap Anett?
Petrát. Jaj, Gábor. Mi? Miért mész bele ilyen pár logisztikába, amikor te is belegabajodsz, hogy ki kivel... Te kapod hova. Enikőt, legyen boldog. Csak meg akartam nézni, hogy ez hogy működne nálunk ebben a baráti társaságban. Jó. Drága Istenek, 7,5 évig voltunk együtt. Nagyon szeretem a baráti társaságát. Ők is szerettek engem. Csalt egy nővel, ezért lett vége. Emiatt is haragudott rá a társaság. Aztán a társaság őt hagyta ott, mert az utánam jövő új csaja nagyon megbántotta a társaságot. Azóta is velem is nem vele tartják a kapcsolatot, üzeni Kata a krupjé. Hát itt többet is hibázott az úr. Igen, akkor... de neki volt eredetileg egy társasága, és a nő okán, most független attól, hogy most bunkó volt a nővel vagy sem, a nő okán bomlott fel végül is ez a társaság. Na, lehet, hogy én szexista vagyok, de neked a szíved aranyból van, bocskor úr. Ezt azóta újra és újra idézik. Jó, sziasztok, én elmentem a barátom barátnőjével nyaralni. Tehát ez a Ferenc elmenteni kővel. Karcsi. De vagy Karcsi, elnézést. Karcsi elmenteni. Mi Feri is? Én, várjál. Nem mertük őt felhívni, mert nem hiszem, hogy elmondaná. Mindjárt érteni fogjátok miért. Én elmentem a barátom barátnőjével nyaralni. Soha semmi nem volt előtte köztünk. Semmi. Az első éjszaka megtörtént az, amire sosem gondoltunk volna, és tartott a nyaralás alatt. Mai napig tart a barátság és a titoktartás, Tom. Hát igen. Tom, ezt tartsd is így, ez ki ne derüljön. Ne. Hát ne. Reméljük, ez a becenév ez nem azonosít be téged nagyon. Tom, oké. Tom nem azonosít be, ez minden Tamásra érvényes. Tehát akinek most Tamás a pasi, az gondolkozzon. Igen, de figyelj, amikor tényleg valaki egy nővel, aki a barátja, párja kettesben elmegy nyaralni, hát az már egyébként egy ilyen... Hát az már szokatlan. Implicit. Na, hát mondjuk... Igen, lehet, hogy pont ez volt, amiről én beszéltem, hogy Tom meg, nem tudom, Lídia elmennek, mert nem tudom... Esteban nagyon sokat dolgozik. Menjetek nyugodtan, tök jó, hát együtt grillezünk, mindent együtt csinálunk, jó barátok, menjetek, persze. Hm. És egyszer csak ott, mit tudom én, egy füllet éjszaka, fröccsöl, a tekila. Egyszer csak az első este. Na, egy szobában, baj. Mi? Ez a baj, mert a Karcsi meg a Zenikő Fantát vittek volna, meg Scrabble-t. Ez a baj. De azt se engedted. Hát ebből arra következtetek, hogy Karcsi nem a lányokat szereti, tehát végül is így igazából valószínűleg... Nem tudjuk, Karcsi kit szeret. Nem. Plusz decemberben mentek Horvátországba, hát nem tudnak kijönni az apartmanból se, tehát ez kódolva van. Reggelt. Az én párom menne el egy barátommal egy ilyen wellnessre, vagy hasonló, mindkettőnek annyi lenne, Laci. Hát Laci nem bírná az ilyet. Amit tudom, na mindegy. Értem. Enikő a bodzás fantát szereti? A Scrabble-t tudja ő hozni? Találtam horvát parton, jövő hétre szabad francia ágyas szobát, Karcsi. Jó, fecskegatyádat, ne felejtsd, de becsomagolni, Karcsi. Sziasztok, érdekes kérdés nálam betalált. Mikor szakítottam az exemmel, ő az akkori legjobb barátommal még tartotta a kapcsolatot. Oké? Eleinte csak rájuk hagytam és legyintettem rá, majd fél év múlva az akkori exemről kiderült, hogy terhes lett az akkori legjobb barátomtól. Azóta nem beszéltem velük, de annyit tudok, már ők sincsenek együtt. Uh-huh. Érdekes csavar ez a fogamzásgátlás. Igen, vannak olyan emberek, akik ezt olyan könnyelműen veszik. Igen. Hát ez látszik ebből a történetből, de ez már nem tudom hanyadik, ami így alakult, tehát hogy... De ilyenkor a leendő gyereket sajnálom, tehát az hova fog születni? Na mindegy. Jó reggelt, 8 évig voltunk együtt, megszakadt a kapcsolat, mert teherbe estem, elhagyott. Húha. Most a barátai sorra jönnek velem dolgoztatni, a kapcsolat alatt nem jöttek, üzeni Rita. Nem tudom, mi a dolgoztatás, de ezek szerint akkor veled tartják a kapcsolatot. Oké? Okay? Az, hogy barátok maradnak, az exed és a barátod, az nem baj. Az, ha az exed miatt hazudik neked a barátod, tehát akár... Igen. Na, az a baj, akkor felmérés a kérdés, hogy eddig tényleg barátod volt. Gyurinak igaza van, lojalitás. Aha, értem, mire gondol. Tehát akár kegyes hazugság szintjén is, te mondjuk, hogy elkerülje konfliktust, akkor elkezdődik a kamu, az gáz, és tök igaza van. Tehát magyarul hány százalék, hogy hazudni fog? 100. Így van. Na, így van. A Bagi M3-as felhajtónál ugyanaz történik, mint mennél, mindenkit szondáztatnak az Imó benzinkút előtti körforgalomnál. Robi, vagy Roberto, az ütemény sztáliszt üzente ezt nekünk, és más helyszínekről is írták, hogy most a szondáztatás ez nagyon menő. Akkor akció van. Jó, 8-7 perc, szóval lesz még Hungary Machine? Lehet még, nem? Egy gyors. Igen, okay. Igen, jó. Akkor hívjatok Hungary Machine-ra 0620 22 22 122.
Nagyon érdekes kérdés, 8 óra lesz amúgy 4 perc múlva. Legyen lelkiismert fudarásom a bandából, én vagyok a negyedik pasia a sorban? Vagy mondjuk úgy, hogy rámentem a lepattanóra? Ne, hát hogyha egy ilyen típusú, aki körbejár, szerintem ne csak mosakodjon meg közben. Azt a mindenit. Van ilyen, Gyuri, hát azért társaságok összejönnek pompás kaszinókban, épp úgy, mint pajtákban. Igen, igen. Na, ez a pajtás. Okay. Szerintem kaszinóban is történik ilyen. Ja, na, ki van velünk? Laci van velünk? Hello, Laci, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szia, Laci, jó reggelt! Na, jó utat neked, hallom, hogy közlekedsz. Igen, nem sokára félreállok, mert ugye a vezetés közben nem szabad telefonálni. Jó, oké. Okay. Figyú, merre felé mész és mit viszel? M3-ason megyek és megyek Sárvár felé. M3-as, Sárvár nem a M3-as felé van. Tudom, csak én Füzesabonyban megyek M3-ason. Budapest, M0-as, M1-es. Ja, hogy aztán el akarsz jutni onnan még Sárvára is. Igen. Így van. Értem, jó. Még 280 kilométer. Ha jó van, lenyomod azt. Aztán vége a napnak. Mi? Ott alszol Sárváron? Nem. Otthon szeretnék aludni. Az hol van? Pécs. Áú! De bonyolult Pécs. Ez az élet. Igen. Ugye? A belföldes munkavállalók, akik kamionoznak, annak bonyolult. Uh-huh. Na jó, hát örülj, nem Monte Carlóban vagy. Inkább lennék ott. Na jó, mindegy. Kezdjük el a játékot, figyelj, próbálunk neked segíteni. Figyelj, most játszom először, úgyhogy biztos, hogy jó lesz. Igen, na jó, oké, legyen így, tessék. Van egy hely, itt látlak, ismerlek. Itt vagyok neked, ma szombat van az eszemben. Nem számít, hogy nincs hétvége a jelen időben. Húha. Nagyon jó. Én is azt mondom, hogy húha. Ez egy nagyon jó zene. Ez egy nagyon jó zene. Én pont most hallottam valamelyik a napot nálunk, és jó a szöveg. Én nem biztos, hogy kitalálnám. Nézd, azt tudom neked mondani, hogy ez egy férfi társaság, és azáltal, hogy angolul ők testvérek, legalizálják az ő kapcsolatukat. Tehát itt nem kell aggódni, itt nincsenek nyúlkálások. Ők mind testvérek. Jó és lány? Nem, ezek férfi testvérek. Férfi testvérek, Na még egyszer mutatom, jó? Ne siessd el, mert... Vastag fiúk? Nem, hát ők nem a vastag fiúk. Nem gyúrnak, ha erre gondolsz, inkább egy kicsit finomabban találkozik. És ők csak testvérként lépnek, tehát egyenként ők nem csinálnak semmit. A nevükben is benne van. Ezt mondtam, hogy angolul benne van a nevükben a testvér. Ez nem biztos, hogy leesett. Na figyelj, akkor angolul benne van a nevükben a testvér, és... Ó, ez öt testvér, ezek ötös ikrek. Igen, mert semmikor különbséget nem látok. Semmi, ezek ötösikre. Ez egy alom. Na jó, de mutatom még, mindegyik fiú. Mutatom neked a dalszöveget, megint figyelj. Van egy hely, itt látlak, ismerlek. Itt vagyok neked, ma szombat van az eszemben. Nem számít, hogy nincs hétvége a jelen időben. És magyarok. Magyarok, így van. Még ha a határokat nem is úgy vesszük, és így is magyarok. Uh-huh. Retro zenét nyomtak, vagy ma is élő? Ma abszolút, ma is. Ma is. Ujjjjjjjjjjjj. Sőt. De a trendektől egy mellékvágányon robognak. Mondhatom ezt így? Igen. Jó? Igen. Jó. Figyelj, iszonyat sokat segítettünk. Figyelj, ezt Pécsig igen, nem tudom nyomni igen, veled. Igen. Pécsig nem. Nem. De 4 bekezdést felolvastunk. Igen. Oh. Barátok. Ez most nem megy. Nem mondtam, hogy barátok, azt mondtam testvérek. Hát testvérek, igen, 4, 5 testvér. Hát lehet, hogy ez félrevitt egy kicsit, ez az 5 testvér. Lehet. Ja, Gyuri, mit mondtam volna, 5 barát, akkor rájön. Két testvér. Mi? Vagy kettő testvér. Honnan veszed rá? Akkor mutasd meg itt a képük, melyik az a kettő? Menj oda a táblához. Az egyik, meg a másik. Ső, ugyanaz a vezeték nevük? Igen, képzeld el. De ők nem a zenekar név. Ezt de. Most buktam, az első játékot buktam. Na nem, Laci nem nagyon akar figyelni, még most sem a jelenkre. Nem. Laci, elmentünk. Figyelek, nincs semmi. Le kell tennünk. Jó utat, Sárvárig. Köszönjük szépen, és jó hétvégét. Igen. Szia, Laci. Nagyon sajnálom, de ez tényleg nem volt könnyű. Nem volt könnyű, de szerintem biztos van olyan hallgató, aki már rögtön tudta. Úgyhogy majd ez van olyan hallgató, igen, tényleg van olyan hallgató. Ez nem ő volt. Ez nem ő volt, de azt gondolom, oda akartam kiukadni, hogy hétfőn ez egy remek feladvány lesz. Ebben viszont igazad van. Jó, jövünk vissza a világ legidegesítőbb hangjaival, és azzal a megállapítással, hogy ezek egyébként nem feltétlenül idegesítenek egyformán mindenkit, köröm a táblán, kés
villa csúszik a tányéron, aha, és ott csikorog, meg minden. Szóval ezekről lesz szó, nem csak szó, be is mutatjuk őket. Pinnátunk itt, ez a Bruno Mars, ez ennyit ért. Halló! Nem tudom, na minden, jó reggelt, hello, szevasztok. Hello, Laci, jó reggelt. Gyuri, jó reggelt, sziasztok. Anett, szevasz, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Igen, indul a pénzbehajtás, ez nyilván a szondáztatás, ezt kapták, parancsba kell a lóvé, de nagyon üdv az ex zsaru. Tudom, hogy ezt parancsba kapták, nem a zsarukra, hát nem azokra haragszom, aki az utcán van, hanem az, hogy tényleg. Jó, ezt egy órával ezelőtt nagyjából megbeszéltük, gyorsan siessünk, mert akarunk egy csomó hangot mutatni nektek. Szóval, mindenkinek megvan ugye az a hang, hogyha azt mondom például, hogy kés vagy villa a tányéron, és akkor húzod, és üzi mócsinkod, és egyszer csak megcsikorog a tányérona. Igen. Szóval ezt ismeritek. Ez nagyjából így szól, hogy... Oh, jó. No, nem akarok senkit kínozni. Én ezt nem tudtam, hogy nekem ez ennyire, de... Ennyire? Igen? Most képzeljétek el, hogy azt olvastuk, hogy ezekre a hangokra mindenki máshogy reagált. Tehát ez nem mindenkit idegesít. Hát pedig nem elég egyértelmű. Hát ez eddig a Laci benne van ebben a halmazban. Rohadt kellemetlen. Igen, de mondjuk amintől mondjuk Anett hátán feláll a szőr, az nem biztos, hogy nekünk is annyira borzasztó, és lehet, hogy mi teljesen el vagyunk vele. Elképzelhető. Abszolút. És egy kutatás ezt bebizonyította, képzeljétek el, hogy a szörnyű, kibírhatatlan hangok nem mindenki számára zavaróak vagy idegesítőek, és most találtunk egy listát elviselhetetlen hangokból, amik általában annak vannak betudva, vélve. És egyből arra gondoltuk, hogy ezt akkor most próbáljuk együtt megfejteni. Egyrészt kit mi idegesít? Aha. Kettő, mi lehet az oka? Tehát ez egy tanult feláll a hátamon a szőr dolog, mert valamilyen eseményhez, élményhez, emlékhez kötjük, vagy valóban annyira óhatatlan az emberi idegrendszert, ez gyakorlatilag 20 000 volttal megküldi. Igen. Tehát, hogy magyarul az embernek, mint fajnak, ez alapbeállítása, hogy ezek elitának, vagy olyan élményért valamelyik hanggal kapcsolatban, hogy rögtön a fejedben az megjelenik. Igen, és ezek alapján tud-e lenni olyan hang, amit egyformán mindenki gyűlöl? Tehát, ami biztos, hogy osztatlanul kiborít mindenkit. Jó. Nézzük, van valakinek olyan hang, amit kapásból tud magáról, hogy ez gyűlöli? Hát én a hungarocell, tudod, amikor két darab, az a fehér izé, az a golyós izé, és úgy csikorog egymáson, vagy nem is csikorog, de hogy veszed sikít ki akkor a csomagolásból, a nem tudom, a printert, amikor hozott haza az Aeronixból? Úgyhogy annyira összerándulok tőle izomszinten, hogy elejtem kétszer, amikor kiveszem a csomagolásból. Tehát az tényleg olyan, hogy megcsikordul sőt, nem csak a hungarocell, amikor maga a műanyag borítása a nyomtatónak, tudod, így húzod ki, mert nagyon szorosra rakják. Persze. És akkor az... És Gyuri, téged, Anett? Van, nagyon sok minden idegesít. Nem, de az ő hungarocellje, az idegesít. Az egyáltalán nem. Komolyan? Nem. Én tudnék egész nap hungarocell dörzsölni. Nem szeretnék ott lenni. Semmi, sőt, én ezeket megtartom, használom, akár egymásra is teszem, hogyha olyan van. Én hungarocell matracon tudnék aludni hungarocell pizsamában. Volt ilyen korszakom. Szóval, hogy az égvilágon semmi ezzel. Örülök. Na, jó, nézzük meg, jönnek itt a hangok, és egy csomót meg fogunk nektek mutatni, és akkor döntsük el, hogy amit hallunk, attól feláll a szőr a hátunkon, vagy a másik kategória nem áll fel. Okay. Jó? Jó. Okay. Na, nézzük akkor ezt. Mondjam elé egyébként, hogy mi lesz lehet, ez? Hogy jó. Igen. Mert ez a táblán a köröm, tehát itt volt, ugye gondolom, hogy csikálta egy picit a tábla, és utána hallhatod, hogy körömmel véghúzza a táblán. Azt meg csinálni is borzasztó. Tehát, hogy elképzeled, hogy így a körmöd így csúszik azon a táblán, és az egy szörnyű érzés. Engem a hangja annyira nem. Na jó, de akkor ez valami tanult dolog, nem? Szerintem igen. Tehát vélhetően mindenki törölt már táblát, mert a tanár ez lusta ehhez, és akkor neked kell kimenni a diáknak, érted, aki érde, ez egész intézmény van, és a tanárok belülünk élnek, de nekünk kell táblát törölni valamilyen furcsa oknál fogva, és akkor az én finom kis tinédzser körmömet véghúzom véletlenül, mert a szivacsot nem karolta át rendesen az ujjam. Igen, és akkor az egy tanult dolog. Hát akkor éreztem azt, hogy belevibrál a tábla rücskössége egészen az alkaromba. Igazad van, itt nem a hang a gáz, hanem a hozzá társuló érzés, amikor ez veled megtörténik. Igen, szerintem is. Tehát ettől a hangtól, nem tudom, ti hogy vagytok, nekem nem áll fel. Nem.
Ettől a hangtól, igen, nekem egy picit feláll a szőr a hátamon, mert hogy volt ilyen élményem. És olyan volt, hogy például Zsófi törölte a táblát, és akkor az ő kis finom körmét, és te ott szopogattad róla a krétaport. Felállt a szőr a hátamon, a hangját csak akkor hallottam, ilyen. Na jó, gyerekek, menjünk tovább. Azt mondják, hogy nagyon sokak számára kibírhatatlan a csöpögő csap. Ó, ez éjszaka. De tömax pisilni kell, nem? Meg nekem elállt. Igen. Elállt. Elállt. Hogy megörült. Nekem ez az égvilágos semmi van. Én maximum aggódom, hogy miért ereszt a izé, lehet, hogy igen, új gumigyűrűt kell bedugni. De az, hogy macera lesz vele, meg dolgom lesz vele, ezért bosszantó egyébként. De erre szerintem még egy délutáni alvás, amikor csönd van a házban, csöpög, ez remek tempót ad hozzá, hogy szépen nekem ez nem áll fel. Nekem ez teljesen nem áll fel. Gyuri? Nem, nekem sem áll fel. Anett, feláll-e? Nem. Jó, nem. Az még szőr. Nem. Neked, bocsi? Nekem nem. Én nem. Teljesen. Nekem szinte nyugtató. Tehát van egy monotonitása, van egy, a víznek amúgy is van egy bája, nem tudom, nekem bájos a víz, csak hogy még sosem beszéltem erről. Engedd ki most ezt. Messzire kell, hogy törjön. Szóval én ezt bírom. Hú, gyerekek, ez érdekes, és szerintem megosztó lesz. Nem fogom elmondani, mi ez, mert egyértelmű lesz. Fáj a pici hasa. Jaj, mit tudsz te erről? Mi beindultak az anyai ösztönök, Laci? Hát szülőnek gyereksírás az olyan, hogy riadó. Na jó. Jó. Először is nézzük meg, kinek áll fel a szőr a hátán. Nekem. Gyurinak. Anett. Nekem nem, nekem édes volt meg ilyen. Neked édes volt meg ilyen. Laci, te májből bepocisztál. Hát igen, mert az aggodalom elindul az emberben, de egyébként meg nem áll föl tőle, tehát hogy... Ja, jó, nekem sem. Illetve kivétel. A repülőn. Pontosan. Nekem ott, igen. Ha a repülőn ez elindul, de még ott vagyunk, és még látom, hogy a cselebis csávó tolja ki a repülőgépet, és elkezdi. Atya úr, Isten! Tudod, hogy ez egy 3-4 órás koncert lesz most, amit végighallgatsz. Pontosan, és ez ugye ez még egy ilyen alap. Itt megállok, és akkor jön, amikor elkezd bedugulni a füle, és akkor jön a... Igen. De mondjuk akkor ez repülő, nem tudom, étteremben nagyon zavaró, színházban nagyon zavaró. Ki visz színházba a csecsemőt? Hát ott zavaró, ahol kénytelen vagy hallgatni nagyjából, ezek szerint is ezt mondjátok. Én meg úgy látom, hogy ahol fizettél, hogy ott legyél. Aha. Ott nagyon zavaró. Ott nagyon zavaró, hát ne viccelj, prémiumban vagyok, nehogy majd gyerek sírjon. Nem tudom, az a repülő az egy másik történet ott. Na mindegy, jó, tehát akkor... Ez most megoszlik. Téged zavar eleve, igen, hogy a szomszédból átszűrődne ez a hang vasárnaponként. Hát ennyire hangosan és ilyen hosszan, hát biztos, hogy kiborulni. Ilyen hosszan, nekem... ez 8 másodperc volt, Gyuri. Igen. Ha ilyen hosszan átjön, nekem nem kell repülőhoz, hogy kiboruljak. Na jó, akkor jön a következő, tudom, hogy itt vitatkozni fogunk, ez a telefonon a billentyű hang, amit ugye ki lehet kapcsolni, vagy be lehet kapcsolni. Ó, hát ez... Jaj, ez... Szinte komfort, nem, Laci? Nem, biztos, hogy nem komfort. Most legyen már. Mit zavar téged, idegbajos barátom? Hát ezért komfort, mert egyfajtában ezt hallgatjuk minden nap. Mert ez megy. Tehát leülünk a szerkesztőségben, és akkor ezért telefon, és... Igen, és amikor mi elhallgatunk, akkor mondod, hogy csináljátok nyugodtan tovább. És miért hallgatok el ilyenkor? Én vagyok az, csak a hallgatóknak mondom, én vagyok az, aki bekapcsolva hallgatom ezt a hangot. Ezt tudjuk, igen, ebből a hangból, és látjuk, hogy ilyenkor dimenziót lépsz, és akkor felesleges körülötted bármit csinálni, akkor megvárjuk, még visszatérsz közénk, és addig meghallgatjuk ezt, ahogy, Laci? Igen. De a hang miatt? Szóval nektek feláll a szőr a hátatokon? Abszolút. Laci, nem kell, mert van a hangbejátszása. Csak nem... érzékelt, hogy milyen az, amikor zajlik egy beszélgetés, és valakinél a sarokban a telefon ott van a kezében. Nem tudom. Ezek szerint nem látja, hogy beütöttem a B betűt, megjelent nem a képernyőn. Nem tudok függetleníteni attól, hogy egy telefon idegesít-e vagy te, és te idegesítesz. Egyforma hangunk van pedig. Te kellett volna a Lacit is tennünk a bejátszók közé, most az idegesítő hangok közé? Én lehúzom a mikrofonját. Ez a jó megoldás.
Mint egy mókus. Na, szóval igen, tehát, hogy a, maga a hang irritál. Egyébként teszem hozzá, én még az is csak sajnos elromlott a telefonomon, köszönöm Samsungnak, a vibráció. Tehát én még azt is szeretem, hogy amikor a billentyűt ütöm le, és írok valamit, akkor nem csak visszakattok, hanem még bevibrál a hüvelykujjamba is. Óriási, óriási. Ha lenne rajta egy nagy piros villogó, azt is bekapcsolná minden leütéskor. Igen, mert nekem kell a visszajelzés, hogy tényleg, hogyha én intéztem egy betűleütést, akkor ő azt vette is. Aha. Tehát nekem kell ez a visszajelzés. De nem elég, hogy látod, hogy vette, hogy ott van. Nem elég, hogy látom. Nekem kell. Tehát valószínűleg a régi írógépelésből van. Tehát én még használtam írógépet, uh-huh. és ugye ott megnyomtál egy betűt, annak volt hangja, annak volt vibrációja, igen. annak volt minden. Igen, mert egy ilyen mai Hemingway vagy igazából, aki nyomkodja a kis Hemingway írógépét. Az a régi idők Csárli Sínje. Tehát megvagyunk. Abszolút. Igen, de... nekem nem is a hanggal van a bajom, hanem azzal, hogy a hanghoz társul, hogy tudom, hogy ilyenkor valaki kicsekkolt a beszélgetésből. Igen. Ó, Gyuri, akkor... minden voga megszólaláskor te kicsekkolsz, és azt a bamba arcodon látom, és nem azon, hogy hallom a billentyűzetedet. Hát te egyszerűen elbambulsz, nézz az üresbe, vagy a telefonodat, az öledbe. Hát ez mindenkivel így van. Én is látom, amikor te kicsekkolsz, csak én még hangot is adok hozzá. De egyszerű fegyver ez a visszatámadás. Ez egyszerű fegyver, igen. Sokszor használom, mert amikor nem akar gondolkozni, hogy vágjak vissza, akkor az egyszerű fegyverem ez gyúlok. Ami ugyan kétélű, de... Hát minden, legalább szóval... tudjuk. Igen, ez aki a társaságban, igen, kicsekkolok. Mindenkivel van ilyen, hogy a társaságban kicsekkol egy kicsit, csak én vagyok az, aki szólni is akarok, hogy tudjatok róla, hogy ki vagyok csekkolva. Oké, rendben van, de akkor önmagában ez a hang nem idegesítő, csak az én figyelmemet hiányoljátok. Igen. Oké, értelek. Fel áll, vagy nem áll fel? Nem áll fel. Jó, ekkor ez. Óra kattogás. Egy szar óra. Ez egy nagyon jó hang. De... igen. Ez olyan komfort. Na, ez komfort hang. Másokat nagyon idegesít. Nálad, Laci? Nem, ez Szőr. Olyan jó. Ez a, abszolút. Hát végre ez a, egy hang, amire nem áll fel. Igen. Nem, már volt olyan. Volt, de nem, ez a, tudod, ez a nagymama háza, ahol délután kis pihenés van, csönd van, függönyök félig behúzva. És a fali óra. És a fali óra, vagy ez a felrakott nagy polc, fa óra, antik óra, és ketyeg. És nekem minden is jön gyerekkoromból, a nagyszüleimtől, pontosan ez a hang, és ezért adja ezt a komfortot. Ez a nyugalom. Igen, nekem is abszolút ugyanezt adja. Anett? Érdekes, mert bennem ilyen kettősség van, mert amikor nagyon fáradt vagyok, és megpróbálok, nekem van otthon ilyen órám. És képzeljétek el, hogy amikor kattog, akkor nagyon idegesít, amikor fáradt vagyok, és nem tudok elaludni, mert hogy arra koncentrálok, hogy kattog. Hát jó, de az viszont pszichológus téma. Jó. Hát ez arra, hogy nem tudok másra koncentrálni, nem tudok olvasni, nem tudok fürdeni, mert elviszi az óra ketyegés az agyam. Nem, amikor fekszem és szeretnék aludni, és csak azt hallom, hogy ilyen monoton. Nálam nincs ilyen óra, de ott van ez a kínai macska, tudod, hogy a karjával így zél. Uh-huh. És az lent van a földszinten, de azt még fönn is lehet hallani a hálóban. Na, igen. Volt olyan nő, aki azt mondja, hogy nem tud, ő nem marad itt, mert nem tud ettől aludni. Mondom, akkor te mész, nem a macska. Úgy tudjuk, a macska. A macska megvan, láttátok. A macska még ott van. Szóval, figyeljetek! És ez nem a fogorvos. Hétvége. Hát hallod, hogy belevág a fény. Gyerekek, feláll a szőr, vagy nem? Nekem nem. Nagyon fel. Tudom, hogy hamarosan vége lesz. Sosincs vége. Nem lesz sosincs vége. Nem lesz vége. Vasárnap reggel, érted? 8-tól lehet, nem is vasár, szombaton 8-tól lehet valamit csinálni, amivel zajongsz meg építkezel. Ez 7:41-kor úgy érzi, hogy alkalmas az idő. Alszanak még a szomszédok. Nyugi van, szombat van. Kimegyek, elvágom azt a vasat, mert véletlenül túl nagy lett, amit a praktikában. Teljesen Lacival vagyok. Teljesen Lacival és vágja. Ne, soha nincs kész. Soha. Abszolút igaz. Egy jó pszichológust ajánljuk. Nem. Ez a flex ezt hozza ki. Anett, feláll vagy nem áll fel? Nem áll fel. Jó környéken laksz. Nem. Tudom, hogy mondd egész mondatban. Nem áll fel. Jó, ezt kérem kátra. Na jó, várjál, akkor ez. Jó, ez nagyon idegesít. Gyerekek, nem prolik, ez a China Airlines. Tehát, hogy ülsz 340 kínaival a pekingi járaton, ez megy. Igen, a baba sírás bírjátok, akkor ezt is bírjátok, nem? Én nagy szipogó vagyok. Én egyébként annak vagyok a híve, hogy nem használok zsebkendőt, amíg nem muszáj. Tehát, ki nem esik a takony, vagy a csepp, a megfázásos, ugye más az. Igen. Mindegy. Tehát, ki nem esik az orromból, addig én nem, addig én föl. Én azt sose le. Igen, aki kifújja, az gyenge, mi? Igen. Én azt várom, hogy már csöppenjen ki, mert akkor legalább addig abban maradt, hogy... Ne, mindjárt elányom magam.
Jó, Laci, tényleg kivontuk. Most akkor a gombodat is megnyomom. Figyeljetek erre. Szürcsölés. Nagyon irritáló. Szürcsölés irritáló, de egy forró csukkos levesnél? Annál is, tök mindenek. Akkor így fogod egy csészébe, és így ki, igen, mert mit produkálja magát ahhoz, hogy étkezik? Tehát, hogy ne kelljen nekem ezt. Tehát egyben hűti a forróságot, azért szürcsöl az ember. Fújja meg. Fújja meg, tudod, hogy nem működik, ezt a nagyanyád vert át téged. De nekem... megfújom neked a akkor te szürcsölsz is? Nem elég, hogy nem fújod ki az orrod, meg gombokat nyomkod, szürcsölsz is? Igen. Ha forró a leves. Most Lacit kapcsolni, viszont, nem szeretném a Lacit visszakapcsolni, mert eljátszotta a kredicsét. Most velem van. Akkor visszakapcsol, a Gyuriért visszakapcsol. Ez az, Gyuri, jól csinálod, nyomjad. Na szóval, Laci? Érdemes volt? Azt hittem, hogy érdemben mond is valamit. Gyerekek, van még? Várjál, ez szép lesz, figyeljetek. Jézusom. Feláll, vagy nem áll fel a szőr? Feláll. Kikérem magad, undorító. És nekem jön a reflex. Jó, SMS számunk. Jó, hogy a szagát nem érzem. Na jó. Fogorvosi fúróhang, abban megegyezhetünk, és a tányéron véghúzott kés az már volt. Jó, köszönjük szépen, Ati, neked is külön a hangokat, hogy levadáztad nekünk. Köszi szépen, hogy magad csináltad ezt a hányás hangot. Köszönjük, amit nem találtál fel a YouTube-on, azt megcsináltad. Jó, na, a felsoroltakon kívül, drága barátaink, nektek melyik a legelviselhetetlenebb hang a világon, amitől azonnal kiborulsz? Tehát, és talán azt is írtad, hogy mi volt a kiváltó ok. Lehet, hogy van egy sztori mögötte, hogy azért ez a hang, mert. És most azt, hogy az anyósod hangját, ezt hagyjuk, ezt a poént már is eltemettük, nem kell. De ezen kívül a legkiborítóbb hang 0-20-22-22-122. Ez a Bocskor! 3-9 elmúlt egy perccel. Hát a mi listánkon túl rengeteg új hang érkezett a hallgatóktól, nyilván csak körülírva. Aha. De az, szép napot, Andi vagyok, az ujjak tördelésétől nagyon feláll, rászólok idegenekre is, hogy hagyja abba. Ez rengeteg embernél van. Engem nem zavar különösebben. Anett, téged? Nem, egyáltalán nem. Nem, nagyon sok ember tényleg zavar, és meg is értem, tehát, hogyha rám szólna, mondjuk egy vadidegennek nem örülnék, de hogy... Hát zavaró, nekem a nagyfiam csinálja, tehát ülünk a nappaliban, nem tudom, este ül a gép, fejhallgató van rajta, tehát hogy tudod, ez amikor valaki zenét hallgat, tehát a külvilág zajai nincsenek meg neki, akkor ő észre se veszi, és ő gyakorlatilag a lábujjait is. Mm, tök tehát, jó. És itt 10 percenként egy... És téged zavar? Most roppantottál igen, egyet, igen. Igen. Zavar. Jó, sziasztok, nekem a Lufin végighúzott új hegy. Aludi pedig a ketyegéstől nem tudom. Na, az engem is a lufi is. Sok ember írta a lufit. Sokszor van ilyen, hogy a lufin végighúznak egy új vegyet. Igen. Hát menjél már egy gyerek zsúra. Jó, elfelejtettem, ez a fő program. Ez. Igen, engem egyáltalán nem zavar. Hát ez a nyikorgás, ez nekem közel van a Hungarocellhez. Uh-huh. Jó, akkor megyünk tovább. Jó reggelt, a lányom megőrül attól, ahogy a boxerünk mosakszik, Erika. Főleg, ha fiú. Igen. Az lehet hangos. Az lehet ilyen lefegyelő hang. Ez a nedves boxerszáj. Az a lucskos boxerszáj. Tudsz olyat, Laci, lucskos boxerszájat? Boxert nem, vizslába vagyok, jó. No. De boxer volt a téma. Várjál, menjünk tovább. Nálam a körömreszelés. Gyerekkoromban eldugtam az összes körömreszelőt, üt szörfös Pityu. Hát attól függ, hogy mikor van hangja. Van hangja, amikor ez a műanyag körömreszelő van, tőle ez a vastagabb. Hát ez egy kis sika, nem? Tehát de, ez nem. De a fém körömreszelő, a régi, annak olyan hangja nem volt. El tudom, igen. Na ott mi történik? Társítod azt a gusztustalanságot, egyébként nem annyira gusztustalan, de mégis. Na jó, miután egyszer tényleg a bumeráng alatt a Boros a stúdióban elkezdte vágni a lábkörmét. Ezt ne. Meg hogy? Ezt meséld már el, hogy. Ezt pontosan én sem értettem. Itt ültetek egymásra szemben, levette ott a Boros, és akkor levette az oknát, és elkezdte vágni a lábkörmét, és hogy repkedtek. Azt mondta, hogy összeszedi. És közben beszéltetek így a műsorban? Nem, mert műsor közben, tehát zene alatt, vagy nem tudom, hírek alatt. És ezt én sem hittem el. Tehát akkor ott szólnunk kellett, hogy ezt ne. De és ő nem értette, hogy miért, hát semmi, összeszedi. Hát otthon vagyok, nem? Hát most mi a baj? Igen. Akkor
Nekem az megy az agyamra, amikor valaki a két kezének az ujjait összefonja, és recsegteti a csontjait, gyerekeimet nagyon kemény szavakkal, de leneveltem róla, ez ugyanaz. Igen, ez ugyanaz újrapoktatás, csak ő máshogy tartja hozzá a kezét. Sziasztok, én például szeretek abszolút csendben aludni, de amikor a kutya elkezdi éjszaka nyalni a segét, az nagyon zavar. Csabi. Igen. Csabi. Igen, mert amikor szőrét nyaljanak, nincs hangja, de amikor egyből a szőrtelen részre eljut a nyelv, akkor annak van egy ilyen lefegy hangja. Hát akkor redős felületem. És akkor ő... Nem lehet, hogy a netpárja írta meg nekünk a trómáját? Üzenni akartam, hogy Csabi pedig van két kutyám, úgyhogy a kutyák nem mennek, de nem ő írta. Nem, de nálunk nincs ilyen éjszaka, alszanak a kutyák. Jó, de van, amelyik nem alszik meg egyáltalán, de hát ez napközben se jó, még nézni se. Ez akkor a kutya bemegy oda, és ott elkezdi magát izé, és utána jön az arcodra, és hálapuszit ad. De nyilván van ilyen, amikor takarítja magát, de hát azonnal nem engedem az arcomhoz. De hány perc alatt múlik el ez a fekália kenés a nyelvén és a fogain? Tehát amikor vicsorít, meddig barna a foga? Hány percet adsz ennek a net? Napok. Még látszik napok. Nem lennék ott betörő a nettégnél. Sziasztok! A legidegesítőbb hang, mikor a kollégám kutyúja minimum 5 percen át a szaros 3:1 kávéját. Mindig azért szurkolok, hogy leégesse a nyelvét, hogy és ő is szenvedjen egy kicsit. Üzeni Ákos. Lehet kávét meg italt úgy keverni, hogy nem ütött folyamatosan hozzá a bögrének az oldalához, de vannak tényleg ezek, akik imádják a fém és a porcelán találkozását. Tényleg, most itt eszem, engem is szoktatok piszkálni, mikor kevergetem. Igen, mert valaki belefeledkezik a kávékeverésbe. Tehát már rég nem kell keverni, már rég elolvadt, nem tudom, mit csinál, de egyszerűen csak így keveri, igen. Beszél közben, keveri, beszél, oda megy, átmegy, benéz, beköszön, keveri. Ez vagy ez vagyok én, igen. Igen. Szóltunk? Sokszor. Szóltunk. Rosszul esett? Nem, lepergett. De lepergett. Most jutott eszembe, igen. Nekem a legkiborítóbb hang rászáradt malteres lapáttal a sóder lapátolás betonon. Leírni se esett jól. Megvan, amikor így a sóder alá a betonon próbál alá. Segíts már, milyen hang az? Mutasd már. Hát nem tudom. Ne, Gyuri, kérek, ne provokálj. Múltkor mutattam, csak az a baj, hogy nem figyeltél, mert ezt hallottam, hogy... Hihetetlen, hogy te a humorral hogy tudsz bánni. Te mekkora zsonglőr vagy. Tudom. Azt a rohadt életben. Tényleg tü-tü-tü-tü-tü. Remélj, a stand-upodban beépíted. Fél volt a tü-tü-tü-tü-tü. Hát erről most már írok egy anyagot. Na jó, lesz még egy csomó, gyerekek, biztosak lehettek benne, most egy másik hangot kell. Hát nem az, hogy elviselnetek, de megfejtenetek. Az övét, figyeljetek. Ön kér van leg a magam ember, hogy tör biztos, hogy vállalnak önölt. Persze, az magamban vagyok, mert hogy magam, akkor egyszer egészni. Mert ha máltal arra az sugárzik, úgy akad. Önmagam is rendben. Ezt az önmagam szériát, ezt egyszer már lejátszottuk. Most szégyeled magad, mi? Hangosan. Mondd mindenki előtt. Vállalom a fájdalmat. Lesz, Szati. Na jó, mindegy, biztos elfelejtettétek már. De egyébként beszélek önmagam, és nem én vagyok, tehát... Ezért volt fura nekünk is, hogy ki ez a hang, de ez tudjátok. Igen. Hívjatok, ha tudjátok, 0620-22-22-122. Etro rádióban. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. Ó, gyerekek, miféle hangok, de nagyon jó, mert ez tényleg mind a pszichológiáról szól. Nagyon szépek vannak. Még egy párat felolvasok nektek. Sziasztok, nekem a halálom a dohányosok köhögése, főleg mikor egy öreg asszony csinálja. Azok tudnak olyan nagyon... Igen. Olyan nagyon mélyet, nagyon hurutosat. Szívből. Szívből, és akkor ott még van egy kis sipoló hang a tüdőből. Igen. Hát igen. Az jó tud lenni. Akkor, mikor hallom lakótársam, a zuhany alatt fújja az orrát. Olyan gondolatok indulnak el bennem. Hát hallja a zuhanyzik, és akkor néha hagyja. Hát meg valószínűleg ott jön a kép is. Hát azért, igen, mert társul ezzel. Amikor a nőknek nyáron izzad a talpuk, és az utcai papucs szandálban recsek cuppan a talpuk minden lépésnél. Hát az nem csak a hangzavaró szerintem, egyébként az olyan... Hát nézd, a látvány nem annyira, gondolom, nem látod, de valóban, ahogy az társítod azt, hogy neki izzad a talpa, és az a műanyag felülethez áll, hozzáragad, és elengedi. Gondolom ez az, és hát valószínűleg a nő se bájos hozzá.
Az akkor már nem szép. Nekem a galambok, ezek a városban guberáló galambok burukkolása és szárnyverdesése küld a bánatba. Hogy miért? Nem tudom, de már gyerekkoromban is megijedtem tőlük, ha előttem röpködtek. Egyszerűen utálom őket, a madártársadalom hajleszei. János. Igen. Uh-huh. Nagyon sokan rühellik, meg félnek a galamboktól egyébként. Igen. Igen. És ez a hang, ez ilyen, akkor már összerezdülnek. Sziasztok, én a kedvenc hangról írok, mikor sül a lángos az olajban, mert az olyan hangot ad, mikor egy gyönyörű lány pisil. Van ilyen? Ki az újabb ikonunk? Jankó 2. Jankó 2. Elmentjük a számodat, fiam. Köszi, hogy velünk vagy. Azt a mindenit, micsoda asszociációk, mi? Az a baj, hogy ezentúl egész nyáron erre fogunk majd gondolni. Biztos. Csopaki strandon. A legközelebbi lángososnál esküszöm eszedbe fog jutni mindenkinek. Mindenkinek. Jó, Istvánnal játszunk. Szia István, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt. Gyuri! Hello, István! Gyuri a kedvenc? Nekem is. Nem, Gábor, nem, bocs, nem, hanem a Gábornak volt a nap a születésnapja, és utólag szeretnék inni, nagyon boldog születésnapot kívánni. Nagyon köszönöm, nagyon jó fej vagy. Igen, szorítok neked, István. Én is. Köszönöm szépen, Gyuri, köszi. Oké, István, kezdjük el, remélem, hogy felismerted már az első bejátszásnál, most megkapod őt még egyszer. Tessék. Ön kért van leg a magam ember, hogy tör biztos, hogy vállalának önölt. Persze, az magamban vagyok, mert hogy magam, akkor egyszer egész mi? Mert ha máltal karra az sugárzik, úgy akad önmagam is rendben. Kell segítség, vagy tudod? Nem, köszönöm szépen, ő Lékasi Károly úr! Igen! Persze, hogy törekszik arra az ember, hogy önmagamnak, önmagamban legalább az önmagam által föltett kérdésekre választ tudjak adni. Mert ha magamban rendben vagyok, akkor egész biztos, hogy az sugárzik. Négy magamban egy mondatban. Igen. Jó, így hát van. Nagyon jó vagy, István. Ez egy bocsizacsi lesz neked egy bögrével, meg egy téli sapkával. És bocsa, lenne egy kérdésem hozzá? Bármennyi, nehézkedj. Igen. Ezért nagyon sok-sok éve az András és a Balcsi Sarkáné rendőr úr téged megállított a piros lámpánál, hogy hello, szia! Hogy adsz egy aláírás nekem? Na kérném, emlékszel rá? Valami tényleg rémlik, és megcsináltuk? Nem tudtuk, vagy tudtuk? Megcsináltuk, és én vagyok az a sűn. De jó, a sűn. De jó fej vagy. De jó fej vagy, hogy ezt elmondod. Igen, mert az ember mindig a félve néz ki, amikor a rendőrök ott állnak mellette, de ez nagyon-nagyon helyes volt, igen. És megvan még? Hát, meg, természetesen az ereke. Az ereke? Így van. Te István is rendőr vagy még? Nem. Mivel foglalkozol ma? Biztonsági őr vagyok. Egy 19 kerületi stadionban, nem mondom a nevét. Jó, oké, hát valószínűleg olyan sok nincs ott, de István, na, örülök, hogy újra találkoztunk. Köszönjük szépen. Én köszönöm nagyon szépen a nyereményt és a játékot. És további szép napot és szép hétvégét nektek. Neked is, köszi, hívunk majd a címedért. Köszönjük. Köszi, hello, szia. A mi Istvánunk. De jó, igenis rémlik ez a történet valóban. Jó rég volt. 9 óra van. Ez aranyos volt. Nem akarom elmondani, hol dolgozom, de egy 14. kerületi sportarénában. Igen. Helyes volt. Na, jövünk vissza a mi vokcinkat. Engem nagyon érdekel ez a téma. Otthon hogyan készíthetünk el különböző élelmiszereket? Most gondoljatok ilyenre, hogy például, ha sütünk mondjuk kenyeret, vagy ilyesmi. Aha. És akkor jön rögtön a kovász kérdése. És olyan jó a kovász, annyival jobb a kovászos kenyér, úgyhogy szerintem érdemes lesz figyelni. Hogy kell kovászt elindítani? Vagy ezt is elmondja a Boga, nem? Hogy kell elindítani, nem kell lopni egy pékségből, hanem el tudod magad is indítani a kovászt. Hogy kell nevelgetni, hogy teszel neki jót, mivel tudsz hibát elkövetni a nevelésével kapcsolatban. Minden lesz. Aztán jön még kolbászkészítés, szintén otthon. Szintén szerintem egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, és kevesen csinálják. Persze. És ott is ad nekünk tanácsot, és a Vogára tényleg érdemes hallgatni, mert én tőle tanultam a leges-legegyszerűbb kenyérreceptet, és azzal mindig lenyűgözök mindenkit. Hát meg ő nem a netről veszi, hanem ő csinálja. És ő mindig, ha a netről is veszi, de ő mindig tökéletesíti. Igen. Szóval a Vokci mindent tud erről, hívjuk őt a hírek után. 9 óra 13 van, jó reggel, drága hallgatóink, itt vagyunk, itt van Laci, hello, jó reggelt, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, hello. Jó reggelt, Anett, hello. Jó reggelt, sziasztok. Igen. Na, azt üzeni még valaki, hogy sziasztok, én a macskák dorombolását utálom, bár amúgy a macskákat is, de a dorombolásoktól kiver a víz, Anett Debrecenből.
Ez fura. Én nekem volt macskám, de megértelek. Ugyanis a dorombolás, ugye a macska nem nyitja ki a száját, meg nem csinál semmit, hanem egyszerűen fekszik, mint egy darab tégla, és jön belőle egy hang sunyin. Nem is a szájából, nem is a füléből, hanem nem tudod megmondani, hogy honnan. Tehát ez ilyen alattomos hang kibocsátás. Nem tudod, mire készül. Igen. És teljesen természetes, mert ilyen apró szőrösből, hogy jön ilyen, ilyen mély hang, igen, amit eleve egy tigristől vársz. És ráadásul az egész kis boiler teste úgy rezeg hozzá. Tehát, igen, és úgy tesz, mintha nem ő lenne. Jó, tényleg. Tehát ez a, nem, az arca az olyan, hogy ebben kise veszem a részem. Ott valahonnan valami... Sőt, elvárja, hogy nézd meg, hogy honnan jön ez a hang. Szóval én tökre megértem, hogy ez van egy ilyen misztikussága ennek a dorombolásnak, és ezért Anett, aki amúgy sem szereti a macskákat, ettől idegenkedik, teljesen értem. Pedig az gyógyít egyébként. Tudom, és nekem volt macskám, és én úgy bírtam, de sokat kellett nyúlkálnom, hogy honnan jön a hang. Hanyadikra jöttél rá? Ő kérte, hogy nézd meg, honnan jön. Nem volt egyértelmű, hogy ez hátulról jön, középről. Mesélj, hányszor mentél vakvágányra? Meg annyiszor, hát én macskám volt, tehát bármit gyakoroltam bele. Így az újnál már tudtam, hogy mit kell csinálni. Nagyon nehéz behatárolni. Az orvosok se tudják, hogy hol van az a... az. Aha. A doromb. Igen, mert amikor az orvosnál van, nem hajlandó dorombolni. Akkor feszítik szét a száját. Elvitted oda is, hogy na most akkor bejtsük meg, doktor úr. Szedje ki belőle. Mi kattog ebben? Bal előről jön valami, meg kéne nézni. Na jó, gyerekek, ennél izgalmasabb téma a házi élelmiszerek elkészítése és ebben a Vokci nagyúr. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Hello, Vokci! Jó reggelt! Boldog jó reggelt! Hello! Hello. Látom, szép emlékeid vannak a bábozással a macskával. Egyszer megbeszéltük. Na, gyerekek! Az igazság az, hogy ugye tegnap mi hurkát és kolbászt töltöttünk, és akkor az jutott eszembe, hogy... Ott a lakásban, ugye? Csak hogy jól értsem. Természetesen, hát fú, most néztem, hogy a Vokuszdorosoknak is olyan hurka töltője van, mint nekem. Wow, azt a életbe. Ezért meg is néztem a hurkájukat, és le is lestem, hát de azért átírtam egy kicsit. Na a lényeg az, hogy azt néztem meg, hogy Jézusom, milyen élelmiszerek vannak nálunk, amiket mi csinálunk otthon, és hogy lassan már nem is eszünk mást, képzeld el. Tehát ugye itt a hústermékek közül, húszka, urka, kolbász, májkrém, amit csinálunk, aztán csécsi szalonna. Tök jól csináljátok. Aztán disznósajtot csinálunk, az tejtermékeknél joghurt, kefir, tejszín, túró, vaj. Ezt is ti csináljátok? Sajt. Mi csináljuk, igen, mert túrót a piacról én is csináltam egyszer. Hozom a tejet a piacról, és annak minimum 3,6 a zsírtartalma, és abból lehet csinálni cuccokat. Hát a kenyérről meg ne is beszéljek, ugye már ötféle kenyeret tudok sütni. Ja, azt most már újat csinálunk, bocsi, mert az semmi. Nem mondd már, mert a tiéddel én annyi embert levetem a lábáról a te kenyérrecepteddel. Hát, azóta vannak olyanok, aminek viszont már robogós héja van, meg te ne is tudd, azt a rohadt életben. Tényleg? Na, de ugyanilyen kiflit, egyszerű zsömlét, egyébként? Tessék? Ugyanolyan egyszerű, mint az első. Ugyanolyan egyszer. Egyszerű. Így van, ugyanolyan egyszerű, te semmi más, kevesebb víz kell bele, és ez más hőfokon kell sütni kevesebb ideig. Ennyi. És kész a ropogós éjjú, csodálatos. Na mindegy, majd mondom tovább. Na a lényeg, kenyeret mindenfélét tudok már sütni, aztán péksütit abban az Ildikó piszok jó kifliben, zsömlében, tud már ízét is sütni, tudod, múltkor vittem mi a fenét. Hamburger zsömlét. A pizzát azt úgy nagyjából tőle tanultam, de azóta azt, amit a pizzánál tanultam, a pizzatésztánál, hogy nem kell komolyan venni a recepteket, hanem figyelni kell a cuccot, amivel dolgozok. Pontosan. Hogy még mennyi vizet, még mennyit, tehát érezni kell. Arányérzék, ezt már elmondtam sokszor. Tehát ezt a kenyértésztánál is használom, amit a pizzánál mondta, ugye például a visszahidratálást, a dehidratálást, aztán, vagy hogyha rosszul állítottam be, akkor magát ugye a hidratálást. Tehát a tésztát érezni kell. Na, mindegy, majd erről beszélek még. Aztán amiket még otthon találok, ugye ezek a különböző befőttek, ugye cseresznyem egy balac. Jó, de az old school, az nem olyan, az minden nagymami tudja. De nem, ebben nagyon jó az Ildikó, ebben piszok jó. Az Eliszem csak uncsi.
Tehát a befőtt az uncsi. Az a nem uncsi. Nézd, egyet nem hadd mondjak el. Ebben az országban több befőtt készül, mint amennyi elfogyasztásra kerül. De azok szarok. Hát akárhol befőttet eszem, borzalmas. Mind úgy néz ki, tudod, a színe az olyan, mint amikor bemész a biológia szertába, és csak végignézed a embriókat a izébe. Pontosan. Mindnek olyan színe van, igaz? Igen. Ez az egyik. Bézs, baszki, bézs. Aztán izé. De a cseresznyétől kezdve minden, minden bézs. Akármilyen színe, az mind bézs befőtt. Aztán jönnek a lekvárok, amik szintén ugyanilyenek. Mind bézs, mindegyikre azt hittem, hogy valami paradicsom szósznak a kifakult változata, de nem azok is minden. Barack lekvár, akármi, stb. Talán a szilvát azt ezért meg lehet különböztetni, mert sötétebb. Na mindegy, ezeket mi tudjuk használni, azért jó azt elővenni. Tehát mikor nasizol tévé előtt, akkor nem ízét csipszet zabász, meg ízé, meg mogyoros csokit, meg akármilyen, ezeket elő lehet venni, tök jó. Aztán vannak magvaink, ugye dió, mandula, mogyoró, amiket mi termesztünk, hát hogy van a kertben, és utána jön a fermentációs időszak, ugye, savkáp, ugye, koviuborka, ugye, koviuborkát már is tudjuk tenni, aztán viszét, mit tudom én, cseresznye paprikát is rakunk el, savanyú, céklát, paprikát, csalamádét, tele van minden, tök jó, ehhez se kell menni a boltba. Aztán tele van a mélyhűtő eperrel, ribizlivel, borsóval, cukinival, tökkel, babbal, répa, zöldség, cukinival, tudtam már, brokkoli, kell bimbó, kukorica, minden, amit otthon termesztünk, ez is, csak nézek, akár merre nyúlok magammal, meg az Ildikóval találkozom. Aztán ugye ott van a pálinka főzés, ami a gyógyszeripar, ugye erősítjük fel vele, tehát mondjuk azt nem mi főzzük, hanem visszük a cuccot, amit lehullott a kertben, és abból csináljuk a zsájaszirupokat, akkor a kakukkfűszirupot, diólikört és különböző füvek beletételével még egyéb ilyen gyógyszeripari terméket állítunk elő, például echinácejét is a páleszbe szoktuk áztatni. Aztán a fűszerkészletünk az körülbelül olyan, mint neked, Major Anna babér, kakukkfű, zsája, borsmenta. Ez ami termőfűszerek, igen. Ami ott, igen, éppen ezek is megvannak, ezt sem vásároljuk. Aztán jön a süzgetpari a pari időszakban, aztán utána jön az aszalunk című jelenet, ugye? Van aszalód, vagy azt is a sütőben csinálod? Nem, aszalógéppel. Van aszaló, ezt még akarok venni, aszalógépet. Aszalógépet és hurkatöltőt kell vásárolni, ez a konyha két izét a nagyon alapillére, igen. Igen, tehát pontosan a négy lábból ez kettő, így van. És akkor ugye hát aszalásna meg a füge, paradicsom, száraz, mit tudom én, barackot, sárga barackot és szilvát szoktunk aszalni. Na, így néz ki, érted? Tehát akárhova nyúlok, mindenhol frankóságok vannak. És akkor most ugrott be ez a dolog, ez a csoda, a kovász. Na, hát, a kovász. Jó, erről sokat hallottam meg, ugye a dobtanárunk is saját maga neveli a kovászát, nem tudom hány éves már a kovászka, de hogy az egy álló... Fiú vagy lány. Ugye kovászka nevelődik, és ugye használsz belőle, de újra, tehát mindig életben kell tartani, ugye ez a lényeg. Igen. Mondd már el, mi az a kovász ahhoz képest, hogy mi az élesztő. Jó, na... A kovász az egyfajta előtészta egyébként. Most nem fogok itt rizsázni, minden szart összeolvastam hozzá. Mikrobiológia. Jó, persze, hagyjuk. Hogy csinál a kovászt? A piszok egyszerű. A következő kell hozzá. Liszt és víz. Ennyi az egész. És válog? Ezt az, hogy a sarányba összekevered, most nem milyen mondok arányba, recepteket. Milyen az állaga, ilyen, mint a floridai mocsár, ahol a izék van, a krokodilok? Úgy van, pontosan olyan? Az, csak nem olyan a színe, így van. Uh-huh. Hanem bézs. Igen, pontosan, nagyon jól látod. Mikor a kroki összefossa a mocsát körül. Igen. Na, a lényeg az, hogy nem kell sokat venni belőle, úgy ilyen 3 deka meg 5 deka között szokták mondani, tehát 3 deka liszt, 3 deka víz, és akkor ezt elkezded, tehát olyan 25-26 fokon. Ezt úgy éred el, hogy beleteszed egy uborkás üvegbe, egy ilyen közebb 7 és feles uborkás üvegbe, beleöntöd, és ezt kevergeted addig, egyesek azt mondják, hogy fokonállal, mert akkor még gyorsabban történik a dolog, mert gyakorlatilag az élesztő baktériumok a világon mindenhol ott vannak. Tehát néz körül, jobbra nézze, tessék, ott van, mindig köszönök nekik. A lényeg
lényeg az, hogy élesztő baktériummal mindig találkozol, köszönsz neki, visszaköszön mennyi orvoshoz. A lényeg az, hogy a fakanállal kevered, még jobban beindul a dolog, mert azon a fakanálon is vannak már mindenféle bakik, élesztő baktériumok, és utána rácsavarod a tetejét. Tehát zárva két, van. 3 deka élesztő, vagy azért a liszt, vagy 5 deka liszt, és 5 deka víz hozzá, vagy 5 centiliter, mindegy. És ezt rátekered, miután megkeverted, egy ilyen, hát olyan csomómentesre elkevered, ennyi az egész. Okay. És a tetejére fúrsz egy lyukat, ha nem fúrsz rá lyukat, akkor ne nagyon csavar. A lényeg az, hogy azért ennek kell egy ilyen, hogy is mondjam, anaerob, tehát a levegőtől nem nagyon, tehát egy kicsit tehát elzárt, minimálisan de lélegezzen, ez igen, a lényeg. Igen, igen, valamit de azért nyugodtan pályon be. Így, köszönöm, ez az, jó. Uh-huh. És pecsorod egy rongyba, azt beteszed a fiókba, ennyi. A rongy is kell, minek? Hát azért, hogy a rongy azért kell, mert hogyha gyorsan változik a hőmérséklet a szobában, aztán mondjuk az nem mondható el, de mégis, ha a rongyal betekered, az nehezebben veszi át a külső hőmérséklet. Jó, de akkor jó, nem azért kérdezem, mert például a kovászosúvalkának kell a fény, tehát a rongy azt hittem, hogy azért, hogy ne kapjon fény. Nem, a kovászosúvalkának nem kell fény, a kovászosúvalkának a meleg kell, édesapám. Ez hülyeség, ez a, mindenki kiteszi a napra, nem azért, igen, ezért a napra, hogy fényt kapjon, a fény, hanem hogy meleget kapjon. Így a kovászosúvalka melegben, sötétben is ugyanúgy ferment. Na, a lényeg az, hogy ez beindul. És ez körülbelül, ja, a kovászt egyébként az első időszak egy kicsit gáz, mert ott 7-10 nap, amíg kiveveled a kovászt, az a lényeg, hogy ez beindul, és elkezd, gyakorlatilag létrejön először az alkoholos erjedés. És széndioxid gáz keletkezik, tehát hogy látod az üveg oldalán, hogy ilyen kis buborékok keletkeztek, és ez egy nap múlva már etetned kell. És az etetést azért nem folytatom, mert 7-10 napon keresztül kell etetned, azért nem folytatom, mert ez uncsi, tehát ez le van írva. Hát csak nem tudom, mivel kell etetni. Hát liszttel meg vízzel az jó, Isten. Jó. Tehát ugyanazzal kell etetni, amiben ő van. Így van, így azt van, ugyanazt. Miért kell etetni? Ugyanazt kell csinálnod. Hát, és azt történik ilyenkor, hogy mi a különbség az ipari élesztő és e között az, hogy ez egy alkoholos erjedésen megy keresztül, egy savtermelő, enzimatikus folyamason egy tejsavas erjedésen megy keresztül, utána pedig kolloid folyamatok játszódnak le, mertben a fehérjék, a sikér szétbomlik, és nem okoz problémát azoknak, akik erre érzékenyek, tehát a glutén érzékenyekre, stb. Tehát ez egy olyan, hogy is mondjam, élettani jó hatás, az élettani, némi hülyeségeket beszélek, tehát élettani hatása rendkívül pozitív, ami azt jelenti, hogy cukorbetegség, stb. Puffadás, ez mind eltűnik a fenébe, és emellé kapsz egy ilyen lazabérzetű, buborékos, tudod, az a kenyér, amivel akkora lyukacsok vannak, mint a franc. Egy kicsit olyan savanykás, savas érzete van. Imádom. És nincs mesterséges tartósító, mert a benne lévő savállomány egyszerűen a baktériumnak a további romlását, meg penészesedését megakadályozza, és egy hétig legalább elállnak ezek a kenyerek, annélkül, hogy tartósító lenne benne, és ott vannak a pozitív élettani hatások, ugye a cukorbetegre. De minden nap kell etetni ezt az üveget? Hogy micsoda? Hát, hogy minden nap kell etetni ezt az üveget? 7 napon keresztül kell. És aztán abba hagyhatom? Aztán abba hagyhatod a francba, mert utána már felhasználod előle a kovászt, a bármihez felhasználhatod, amiben élesztő kell, azt jól mondtad, abban mind a kovász. És utána már semmi, berakod a hűtőbe, aztán kész. Utána már hűtő, már nem meleg? Utána már nem meleg, utána már a hűtő, hogy lassuljon le a folyama, és utána a hűtőben egy héten egyszer kell vele foglalkoznod. Etetni. Igen, és kezdett, vannak olyan megszállott izék, idióták, akiknek ilyen 30 éves kovászunk van. Igen, ezt folyamatosan lehet újra is újra. Igen, de ha mondjuk én kiveszek 3 evőkanál kovászt, mert abból csinálok, igen, egy finom, mit tudom én, kenyeret vagy pizzát, ja, akkor én 3 evőkanálnyi visszapótolod, kész. Nyomom, igen, tehát akkor másfél evőkanál liszt, és másfél evőkanál
víz. Ne kanalozzunk, mert mindig lesznek hülyék, akkor tudod, jön a dinnyárus, és azt mondja, hogy szarul csinálod, idióta, hülye vagy, a kovászhoz fogja meg, stb. Ezeket utálom. Nem, nézzetek utána. Higgyétek el, én is ezt úgy tanultam meg, hogy a Michelin csillagos szakástól, a mesterpéktől és nagyanyótól kezdve mindenkit bevettem a buliba, aztán leült az Ildikó, osztott, szorzott, és előállt nekem egy dologgal. És azt mi kipróbáltuk. Ezt így is kell. Én is azt szoktam aztán csinálni, hogy sok receptúrát megnézek, megnézem, mi a közös bennük, megnézem, mi az, ami logikus, megnézem, hogy mi az, amit a hülye amerikai szakács még hozzá költött, az egy baromság. Ez az. Így ez van, az. És utána azt mondom, na jó, akkor most megcsinálom én. Elolvasom a kommenteket hozzá, amikor azt mondja, hogy ennyi sütőt tettem tönkre, annyi fazekat dobtam ki, és stb. Ezeket kihagyom, érted? Meg hát aki, aztán jönnek ezek a befőző oldalak, meg mit tudom, na, csak helyes írás, hiba, semmi más, tudod? Ne az írással foglalkozz, a tartalommal, nem? Ide figyelj, ahhoz is olyan hülye vagy akkor, mint ehhez. De hát ez, hidd el, ez már jelent valamit, érted? Na és a lényeg az, hogy gyerekek, tényleg, ne, étterembe akkor menjetek, ha ha valakit fel akartok szedni, vagy ha valakit el akartok hagyni, vagy mit tudom én, de a lényeg az, hogy az otthoni sütés, főzés, hurkatöltés, ezek családi szertartások, haveri szertartások, iszonyú jó poénok vannak közben, nagyon jól érzed magad, és állati jó tevékenység, mert a végén leülsz, és látod, hogy mit csináltál, és egész évben elheted ivatod, és nem kell boltba járnod, hülyeségeket vásárolni, ne vegyetek feldolgozott hűst, hülyék. Teljesen igazad van. Az a baj, hogy tök igazad van. Nyilvánvalóan ti erre ráértek, mások azt mondják, nem érünk rá, egy kis kovászt most elkezdek nevelni hétvégén. Gyerekek, ez a... Jó, de nem akarok frázisokat mondani, ki mire ér rá, meg mit tudom én. Figyelj, állj fel a tévé belől a hülye sorozatokat, meg izét, hagyd ki, aztán állok, inkább hát ezzel fogod. Hát te hogy állok. Miért? Tehát tényleg, én is észrevettem, nekem volt Netflix korszakom. Istenem, annyi szar spanyol filmet életemben nem nézem. Ez meg iszonyú. Én már azt nézem, hogy milyen csak spanyol. Fú, ne, és nincs is más. Jó, azért van más, majd megmutatom a menüben, jó? Figyelj, a menüt kívülről fújom. Amiket meg lehetett nézni, megnéztem. Ne haragudjál, hogy hetenként egy új filmet nem tesznek fel. Ugye, hagyjuk már ezt. Hagyjuk már ezt, Bokcika. El kell búcsúznunk, nagyon jó hétvégét, okay. Jó kovászkát, nevelgetést és minden mást. És akkor csőkutya és hétfőn találkozunk. Csőkutya, Gyurka, happy birthday. Köszönöm, János, nagyon jó fej vagy. Köszönöm. Dehogy vagyok. Nekem nem áll fel. Happy birthday. Oké. Csőkutya. Csőkutya, hello, hello. Nekem nem áll fel. Mit szeretnél kijátszani? Csak szünetet hagyni ezután. Haza viszed kocsiba, hallgatod? Beállítsuk csengőhangot neked? Penride-ra. Penride. Beállítsam a telefonodra, én hívlak, akkor ez legyen, akarod? Tetszik. Jó, velük. Na, a mai nap legjobb pillanatai következnek, és ezek az elviselhetetlen hangok listája volt. Hát innen van ez is, amit Gyuri mondott. Igen, mert hogy megpróbáltuk megállapítani, hogy az elviselhetetlen hangok közül mi az, ami bennünket valóban irít, vagy semmi bajunk vele. És 10 óra, ez pontosan 7 perc múlva. Üzenik itt, hogy igaza van az SMS írónak, nem kell a napi hányást visszahallgatni. Baromság, igen. Na jól van. Nagyon nagy izgalmak egyébként a szomszéd stúdióban, csak hadd mondjam el, remélem nem spoilerzek, talán még örül is neki, hogy DJ Dominik, azaz Várkonyi Attinak vendége éppen itt van tőlünk 3 méterre a legenda Pataki Attila. Mm-hmm. Igen. Ezért kerültem én ide át hozzátok a stúdióba. Így van, ezért ül itt most Anett velünk, hogy az utolsó búcsú pillanatokat itt együtt élhessük meg. Ja, azt hittem, mert nem lehetett a stúdióba hagyni Pataki Attilával. Zaklattam volna. Vokci a király, ugyanúgy csinálom, mint ő, és jó. Ez most a kovászt illeti, gondolom. Aztán na végre előkerült MC Huri, Our House, imádom, Madness, Blitz, Peti. Főni, köszönjük ezt a csodálatos hetet veletek. Volt itt sírás és kacagás, lovász úr hangutánzásairól már nem is beszélve. Jó volt veletek, nekem feláll, viszlát hétfőn 6-8, tonyó, és ezt az üzenetet én is puttyogó nyomógombokkal írom. Jobbulást, Lacabiáról csak egy rajongó. De jó, hogy nem hallom, viszont Gyuri most ránk ez vár. Persze, másfél órán keresztül. Ez is lesz, azért az embernek a jó szokásait, rigójáit nem szabad elvenni, ezt te is tudod, mert akkor összetöpörödik és elmúlik. Ez mondjuk igaz. Ez mondjuk igazad igaz. Van, én melletted vagyok. Köszönöm. Mindig.
Hát, ez maradjon is így. Főleg, hogy most ültjük ilyen munkáltatói lapokat, nem? Én is veled vagyok, tesó. Hát ki, ha nem én? Így van. Na jó, gyerekek, jó kovászolást, vagy bármit a hétvégén. És Vágó Piros láttam. Jól láttad, itt is van. Piros felkészült. Piros felkészült, ő jön, és akkor kerem hétvégét mindenkinek találkozunk. Hétfő reggel 6:08. Viszlát!